Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, 6 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello, Jani! Sziasztok! Very hello! Jó reggelt kívánunk! Nödögre! Jézusom! Megcsináltad a fényképet? Még nem, de már alakítgatom. Megpróbálom a maximumot kihozni a kis karácsonyfáncskánkból, mert hogy ugye már tegnap óta nekünk is van karácsonyfánk, hát jó, nem az igazi, mert ugye nem élőfenyőről van szó, hanem egy kis műanyagról, de ezért szépen fel van díszítve, de még szépen fel tudjuk díszíteni, hogyha arányosan elhelyezzük rajta azokat a kis klassz FM-es kis üveggömböcskéket, amikkel feldíszítették, és akkor ez lesz a mai első Facebook posztunk. Jó, én azt hiszem, hogy itt a gesztus igazán kedves a kollégáktól. Maga a fasz olyan ronda, mint a bűn, de maga a gesztus az, hogy ők ezt kiteszik, hogy és van egy fánk, de. És itt mi már karácsonyi hangulatot próbálunk varázsolni erre a szörnyű helyre, az szép. Mindenképpen szép. És ha egy picit így nézed, hogy egy kicsit így a személyeidet így összehúzod, meg akkor... így oldalt fordítod a fejed. Igen, meg kimész az előtt. Na akkor gyönyörű. Elfelejted az omladozó vakolatot és a rácsokat az ablakon, akkor mindenképpen azt gondolod, hogy már beköltözött a karácsony a szívedbe. Igen. És aztán kimész, átesel valami bontási törmeléken, rádesik egy kis vakolat, és rájössz, hogy nem. Hogy a szívünk az csodaszép már. És imádkozol, hogy mi kiesz a kocsidig, ne essel át semmi a tetőről. Csak tudod, hogy jó helyen vagy. Az elmúlt 300 évből. A szívünk már ezüstös és aranyos girlandokkal körbetekerve pompázik, mert hogy a szeretet megtöltözze a mi kis lelkünket is. És mi ezt majd átadjuk nektek egy Facebook post formáján. Egyébként tényleg a decemberben van valami kicsit különleges, nem? Hogy az igen, ember de valahogy... első éve bekopogtad? Nem tudom, ahogy tényleg közeledik a karácsony, már szépen kezdte feldíszíteni a lakást, a gyerek tudod, már Mikulást játszott tegnap, már zsákja volt, és akkor mit kérsz tőlem, tudod, így beszél egész este. Szóval, és mit kértél? Hát belepakolt a zsákjába a plüssállatot, meg mindenféle műanyagállatokat, és akkor ő volt a Mikulás. Lehetett húzni, úgyhogy az ember már kicsit a szünetre gondol. Most fekszem le korán, ki kell vinnem az ajándékokat, de a gyerekek Benin ezt szórakozzanak. Igen, Benin létsz. Naci pődött. Már lassan beszélgetsz a karácsonyi menüről, tervezed a pihenést, ugye, mit csinálsz két ünnep között. Tehát, hogy jó. Én szeretem, a decembert szeretem, egy némi kis havazás még megjönne, és akkor ugye az ember kedve is úgy valahogy még jobban belendülne, hogy megjönne a karácsonyhoz, de a december az egy szerethető hónap. Ráadásul ugye hát mi nem sokára megelőzzük a Mikulást. December hát, meg. Ma már december elsője van. Nem gyenge a sztori. Még tudtok Maestro kártyával, meg Mastercarddal vásárolni, de már nem sokáig. Nem sokára zárjuk. És aztán fizetési legyen bizonylatot, ugye meg kell őrizni a fizetési bizonylatot, és el kell küldeni nekünk a 0-76-45-00-00-as SMS számra azt a szócskát, hogy Mikulás, meg az összeget. Csütörtök délután 3-ig jöhetnek a pályaművek. Figyeljetek, nagyon-nagyon jól fog indulni valakinek a hétvégéje, meg a hónapja. Hát nem is valakinek, valakiknek, mert ugye külön adjuk az ajándékokat, tehát nem egybe lesz egy nagy pak. Az egy picit ütős lenne. Igen. Tudod, ott azért. Hát figyelj, az a 2011-11-ét idézni emlékeztek, amikor a műjégpályán adtunk. Nagyon-nagyon de szerettem egy nagyon nagy volt. Te jó volt. Most kisebb dolgok vannak, és külön-külön adjuk oda. Kis hát azért 300 ezer forintos. Itt is a legkisebb, igen. Majdnem. Jó dolgok vannak abszolút. Valaki kérdezi, hogy csekket adok fel, és Maestro kártyával fizetek, úgy nem veszel részt a játékban, tehát venni kell valamit. Elviekben az elektronikus jelzés ott is jön azért, meg a banktól, te kapsz majd bankbizonylat formájában. Igen, de hogy azt hiszem, hogy játékszabály úgy, hogy vásárolni kell valamit, igen. Hát most 500 forintért valamit, persze, az fizesd ki, és gyere. Nincs összeghatár. Nincs összeghatár. Tehát 70 forintért is, ha lehet kártyával fizetni, akkor veszel egy doboz gyufát, aztán meg vagy, nem? Így van. Kártyával fizetni, hogy szeretnének érte. Jó napot kérek, ezt a doboz gyufát kérem, mennyi meg a 15 forint? Egy doboz szofit kérek, mert játszok a Balázséknál. Igen, nem dohányzom, de azt mondjuk most jól választás. Egy doboz szofit kérek. Valaki dohányzik itt, mert mindig azt miért vagyunk ki. Igen. Úgyhogy hajrá. Én azt hiszem, hogy jobb az, ha tényleg veszel valamit a postás befizetés, az nincs benne a dologban. Mi újság? Mindenkivel minden oké? Jól vagytok? Minden rendben van. Az idő az nem túlságosan szép, de a hétvégére jó idő lesz. Kell is, hogy jó idő legyen, hiszen mind a hárman indulunk a harmadik jótékonysági Mikulás futáson, de te is igen. Ez már biztos? Nekem még ez véleményes, de... Fox. Közben szerveződtek itt a dolgok. Semmi kérdés, kiderült, hogy vasárnap alma koncertre kell vinnem a gyereket a kongresszusi központba. Nem tudom, mondom, ezért még ez így
még kicsit szerveződik. Ez egy nagyszülős program, csak én viszem, én hozom. Mert Viki közben most... a kicsivel van, mert ő egész nap szombaton a kicsivel van, mert én meg egész nap szombaton talentet forgatok. Tehát van némi bonyodalom. Elhamarkodottak érzem ezt, a mind a hárman ott leszünk, de megpróbálom. A gyereknek a nagyanyja nem tud elmenni azért a gyerekért? A nagyanyja viszi az Alma koncertre. Te meg hozod? Én hozom. Hát akkor ha viszi? De ha... nem, én viszem oda a koncertre. Aha. Ott lekoncertezi magát, aztán elviszem. Jöjjön futni. Jó lett volna. Hánykor van ez? A gyerek is 11-kor. 11 óra, helyszíne 11-re, Margit Szigeti Atlétikai Centrum Budapesten. Ugye itt egy olyan rendezvényről van szó, ahol a látássérült futókat, sportolókat támogatjuk, és gyakorlatilag a nevezési díj is ebben az esetben egy hozzájárulási díj. Tehát, hogy itt tényleg egy jótékonysági eseményről van szó, egy vagy két szigetkört kell lefutni, ugye körbe Margit Sziget, körül ez 5 vagy 10 kilométert jelent valójában, és egy tök aranyos dologról van szó, én tavaly már futottam velük egyszer, egy ilyen látássérült futóval futod végig a távot, össze vagytok idézőjelbe kötve egymásról, is fog egy ilyen kis szalagot az egyik végét, a másikat, kapsz egy kis csörgőt, adott esetben egy Mikulás sapkát, hogyha találnak a fejméretedre. Kinek hát igen, kinek nem? Bográcsot adjanak, vagy nem tudom valamit. És akkor azt ütöd egy ággal, az is csörgő. Ütöm egy ággal a bográcsot, lehet, hogy a Mikulás sapka nem, adják el magam a zsákot. Az följön a fejemre. Sima sapka, az sansztalan gyerek. Vasárnap 11, hát Ferivel mindenképpen ott vagyunk. Én annyira örültem volna neki, meg Feri is örült volna neki, pont gondolkodtunk rajta, hogy 6 év alatt az első ilyen közös ilyen hétvégén meg tudunk csinálni együtt. Már csillogott a szemünkért, tehát hogy a tényleg összejön a mesztelen lovaglás is ezután. Ezután már ha ezt megcsináljuk, de akkor ezek szerint ez se. Azt mondjuk inkább még nem tudom. Igen. Jó, de figyelj. Még nem tudom, mert sűrű mondom. Sűrű a dolog. Meglátjuk. Sűrű. A levese bakter úr. Sűrű. Ráadásul egész nap nem vagyok otthon, tehát így egy picit nehéz. Elfelejtettem, mikor tegnap beszéltünk erről, hogy szállítanom kell a gyermeket étlapon. Étlapon le kell szállítanom 10:45-re. Na hát akkor 10:45 lett, kongresszusi központon. Kongresszusi 11-re oda és vissza, és a koncert végére megoldott. Valami ilyesmin is gondolkozom, meglátjuk. Tehát tudok, akkor természetesen elmegyek. Egy sziget kört, az simán. A spoke járásba. Az gyerekek, az ördögszekérbe legurulom. Ahogy szoktam volt mondani. Na, látom, jönnek a Mikulások, drága hallgatók, küldözgessétek, jó? Jól teszitek. Abszolút nyugodtan, úgyhogy összeget és a Mikulás szócskát ezt kell elküldeni. Azt mondja, hogy nézzük, mit írnak hallgatóink, kivel mi történt kora reggel, kivel mi van. Az osztrák A4-es autópályán Bécs után Győr felé az első parkoló kamion pihenő lángokban áll, Jó. Ég az egész parkoló, WC, a tusuló épülete, körülbelül 40 tűzoltó autó a helyszínen. Azt a mindenségét neki. Én is valami hasonlót álmodtam, a lángokról jutott eszembe. Hogy felgyullad az autó? Nem, valami valami idegen házban voltunk, és ami tévé gyulladt ki, és okosan vízzel próbáltuk eloltani. Melyik tévé volt? A Kolosztál, ami így fogta magát. Na végre van, színes tévé, királycsony gyulladtam. Szörnyű volt, mert nagyon sokáig égett, nem tudtuk eloltani. Nem álmodtam most túl jókat. Esztergom Budapest vonalon őskáosz van, Pilisvörösvártól Budapest irányában nem közlekedik a vonat, biztosító berendezés meghibásodása miatt. Nem most lett felújítva? De! Írja egy hallgató, no comment, ezt is ő írja. Minden változik, csak a lényeg nem. Magyarországon mindent meg lehet tenni, és nincs következménye. Hát akkor kitartás igen azoknak, akik ott vannak, és várnak az Esztergom Budapest vonalon. De az Égő TV-nek nincs közel szombati műsorodhoz. Hát lehet, hogy lehet, hogy ez egy ilyen tudattalan képzett társítás, nem tudom. Már jön a szombat, egész napot fog állni, úristen. Simán. Tűznyelő nincs a showban. Micsoda? Tűznyelő? Én nem tudom, ki van. Nem mindig néznek oda. Nem mernek. Igen. Kezükbe temetett arca. Én nem tudom, ki van, én nem voltam már ott a válogatón. Figyelj, tűznyelő nincsen, viszont tűzsonglőr az van. Na, volt, le is ejtette. Volt, már nincs meg? Akkor mentem ki. Már ejtettük lábaló. Hibázott, és aki nálunk hibázik, azt sem ejtettük lábaló. Ő 11 óra magasságában még az utolsó produkcióként leejtett az egyik ilyen kis tűzsonglőr darabkáját, úgyhogy ő már nincs életben. Sajnos, ez benne van a szabályzatban. Ha élő műsorban rontasz, akkor véged van. A műsorvezetők eltesznek. De akkor hogy lehet, hogy csúlyai, mert még ott van? A zsűri más. A zsűri kivételt élvez. Én a zsűrihez nem nyúlunk. Megnéztem, ugye láttam az adást, nem volt egyszerű végignézni, hiszen azért ez egy elegemberes feladat volt. Hát ha te volt kellő hideg élelmed, akkor... Aha, érted. Már mondom, na én most már kimegyek tényleg, már könnyíteni kell magam. De mindig mondtam, hogy menjél, most szünet van. Szia, apa, jó éjszakát, én sem bírom tovább, virág elment aludni. Na mindegy. És néztem, hogy azért... Csúha Imrén dolgoztak egy keveset, illetve hogy szép legyen, a lányom hívja a Csúha Imrén. Hogy azért, én ránéztem, és akkor azt mondtam, basszus, a télapó már itt van.
óriási. Hú, a subája? Énekeltél? Igen, de hogy érted, hogy dolgoztak, hogy jobban néz ki, mint az előválogató? Basszus, mint hogy komolyan mondom neki, hogy átcsüppiszelték volna az arcán a bőrt, vagy én nem tudom, hogy az egész ember így ki volt simítva. Soha nem nézett ki, mondjuk az utóbbi 10 évben, hogy valami embertelen munkát végeztek rajta. Sikerült megszerezni a vizének a Star One Star maszkmesterei? Lehet, hogy nem is ő volt? Hát nem is egy csúlya volt, nem tudom. Na, megmutatjuk, miről beszélgettünk tegnap. Több témánk is volt, és ezek közül most, ahogy látom, a struccosat ismételjük. Hmm. Felhívtuk egy strucc tenyésztőt, hogy mégis mondja el nekünk, milyen nehéz egy struccot megfogni, hogy kell megfogni, mert hogy tűzoltók üldöztek egy mezőn egy struccot, és hát megnéztük a videót, mi nagyon szerettük. Zseniális. Három nyakig beöltözött tűzoltó, rohan a mezőn, elől a strucc, elől a tűzoltó, aztán a strucc, aztán még két tűzoltó. Ez egész hihetetlen bizarr. Teljesen beteg. Aki nem tudott az egész, és mondjuk csak egy autó mellett elment a Szántóföldön, hogy jobbra nézd, és mondta, nézd ma, anyád, mekkora vetési varjú. Tehát mit lehet rá mondani? Te nem is hiszed el a látványt. Mi az ott egy strucc? Hagyjál már, basszus. Három rohanó tűzoltóval. Én vezetek, te már itt. Igen, három rohanó tűzoltóval. Úgyhogy megmutatjuk, hogy miről volt szó tegnap, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét lesz pontosan. Egy perc múlva, álló mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, bár december van, ha valaki elfelejtette volna. Fizetésnap. Az nem ma van. Nem? Ja. Á, elsőjén nem szokott, a harmadikán jön. Aha, már ha behozna mindenki időre. Igen. Ja, nekünk nem. De Zsülma szabadságon van, úgyhogy nem jött megint. Úgyhogy 15-ére megkapjátok. Nem lesz akkor még mindig van időnk elkölteni karácsonyra. Van, persze. Legalább kevesebbet költ az ember, persze. Iszonyú szakkörözés folyik kint egyébként. Kedves nejed és én is azon vagyunk, hogy a lehető legszebbet, a legjobbat, a... Na jó, hát igen, szóval egy... hogy jó képeket csináljunk. Nem egyszerű. A karifáról. De miért kell zsibbasztani a hallgatókat egy ronda karácsonyi fel? Tényleg annyi szép dolog van a világon. Mi nem kíváncsiak egy ronda karácsonyi fel. Mert ez a fontos, hogy a lelkük öltözön díszbe. De ettől a fától nem fog, tudod? Tehát igen, tehát most ami szép, azt mutassuk meg, ami nem szép, azt nem utogassuk. De akkor rólam ne csináltok sok képet. De az más. De te a műsor része vagy, aztán nem tudom mit csinálni. Így van, tehát abszolút benne vagy, egyikük se túl szép, ezzel hármukkal nem tudom mit csinálni. De van egy fánk, amit kiraknak, hogy legyen egy kis karácsonyi hangulat, és nagyon helyes a gesztus, még egyszer mondom, de olyan ronda az a fa. Hát most még kell? Gírland, azt kell rá. Az, attól szebb lesz, az biztos. A gírland. Van, ami hallgatóinak elég baja, hát most nézegessenek meg egy ronda fát. Esik az eső, csúszós utak, balesetek, és kézzel fölmegy rá, és kiteszed. Igen, hogy már. Meg se tudod úgy effektezni, hogy ez az egész előtér, ez szép legyen. Hát ez, nem tudsz vele nagyon mit csinálni. Na, azt mondja, hogy hogy állunk játéka? 1-0-ra vezetünk. 1-0-ra vezetünk. Jól van. Tessék jelentkezni játékra, ha valaki szeretne bennünket legyőzni, nyugodtan. Jó, írja nekünk SMS-t, hogy játszana. Ákostól meghallgatjuk legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 10 perc múlva, 7 óra. Na, ez milyen kis happy, milyen kis hangulatos kis, milyen kis karácsonyi feelinget áraszt a dalacska volt ez most. Azt hittem a 10 perc múlva 7 óra. Bublé jó. Ugye? Jó kis bublé. Mindig jó. Bublé az mindig. Na. Bublé mindig bublé. De jó, holnapra hozok irlandokat. Hagyjad már, engedd el ezt a fát, nem lesz jó. Engedd el ezt a karácsonyt. A karácsonyt is, de. De szebb lesz, a girland sokat takar. Milyen színű girlandok van otthon? Az szép. De milyen színű girlandom legyen? Azért mondtam, teljes meg. Van arany, ezüst, mit tudom én, milyen színű. Ez piros is van már, több szín, lila is van már, sok színben van. De nagy, az ezüst az egy jó választás, visszafogott, és mindenhez megy. Lépek nagyon egyébként. Hát tudjátok, ez a kis ezüst még édesanyám vett a 30 éve. Azért gondoltam, hogy nem új. Arra gondoltam, hogy tudunk úgy bejönni, Balázs, hogy nem itt ezen a folyoson jövünk be, hanem hátul. És eltakarjátok a szemeteket, és akkor nem látjuk a fát. Nem látjuk, igen. Na, játszunk, jó? Megnézzük, hogy ki a hét második játékosa, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Szandra! Honnan hívtál minket?
Budapestről. Budapestről. Hm. És mit csinálsz ilyen korán reggel? Öltöztettem a gyerekeket éppen, mikor visszahívottam, és jól meglepődtem. Na, mentek óviba, iskolában? Mind a kettőt. Mekkorák? Hát van négy is, úgyhogy a hét lesz a legnagyobb, akkor a második az 3,5, a harmadik most lesz majd 2, a pici az meg 1 hónapos. De menő vagytok, szupi. Azért az komoly. Jó. A négy gyerek azért az nagyobb. Ikrek esetleg vagyunk? Nem, nem. Vagy három fiú, és mindenért. Addig mentetek, míg valamelyik nem lesz lány, vagy hogy? Két lány, két fiú. Két lány, két fiú. Hát le a kalappal. Le a kalappal. Azért az ember próbáló. Még a kettőt is. Igazatok van, még egyet húzzatok be rá. A kettőt is annak érzem, de a négy az tényleg le a kalappal. Kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Igen? Igen. Hát mit szeretnél, Szandra? Ez rólatok szól, itt ti döntötök, hogy kivel játszatok. Indítatjuk az egy percet, Jani? Tiritú van fejő. Na, akkor figyeljünk. Elindultunk. Itt vagy, Szandra? Itt vagyok, és te? Csöndesek a gyerekek, hogy lehet ez? Kijöttem a konyhába, hogy ne legyenek hangosak. Ja, van segítséged, vagy egyedül viszed ilyenkor őket? Egyedül. És hogy csinálod, hogy az egyik öltözik, a másik reggelizik, a harmadik kevésbé öltözik? Hogy megy ez? Mi a trükk? Nehezen, de megoldom. Szigorú vagy? Nem. Hát amikor az ember a gyermekeiről beszél egy kicsit azonnal, ellágyul. Szép volt, Bali. Szép volt, Bali. Jó vagy ma is. Szandra. Majd legközelebb esetleg. Legközelebb. Te milyen jól nevel gyerekek? Hát nálunk a kettő nincs ennyire csöndben, mint nálad a rájuk négy. Van zárva az ajtó, igen. Tudod? Mondom, megvan a kötözve felvetszkázzá. Mondom, hogy ki vagyok a konyhába, és bemannak a szobába. És mekkora a legkisebb? Egy hónapos. Hónapos 6-7-es. Nagyon jól nevelt. Feszél, reggelizik. A párna is rajta van. Tudod, hogy csönd legyen. Igen. Szandra, hát le a kalappal tényleg a négy gyerek miatt, és még hogy játszani is van erőd, ez aztán pláne dicséretet érdemel, viszont sajnos nem. Nem tudunk ajándékcsomagot adni. Majd legközelebb próbálkozom. Legközelebb játszunk, jó? További szép napot nektek. Na, puszi, csáó, köszi. Sziasztok. Hello. Hát azért ez négy gyerek, kemény. Nem? És hogy egyedül. Most, nyilván nem tudom, hogy van-e apuka. Hát hogy? Ő már elszaladt dolgozni, és akkor a négy gyereket. Hát hogy viszed iskolába például, mikor van kettő olyan, aki még otthon nagyon van? Kemény. Ugye az egy hónapos, meg az egy cipeled éves. Őket. Így van. Fölöltözteted őt is be a gyerekülésbe, kidobod az egyiket az óvodánál, mész tovább iskola, a kicsit már szedett ki, mert ő egy hónapos nem bír sokáig ülni a baba ülésbe. Vagy ebben még ebbe hordozóval, hogy hát az és viszed mindenhova. Viszed mindenhova, persze. Na, férfiak, most sírjatok, hogy milyen nehéz a zsorsotok. Nagyon kemény. Kemény. Két gyerekkel én néha úgy érzem, hogy ólomlába akkor megy az idő, amikor el akarsz indulni, mert már a két gyerekkel érzem azt, hogy nagyon nehéz elindulni. Cumisüveget, hol kabát, sapka, sál, hol van, vedd föl, add ide, hol van, menj vissza, nem? Négyet lelogisztikázni. Hát, itt már az van, azt szokták mondani, hogy ennyi gyereknél ugye a nagy már segíti a kicsit, tehát itt a 7 évesnek, meg 6 évesnek itt már nagyon tudni kell. Ez szép, igen, hát nálunk azért 6 éves a Beni. Nincs rászorulva. Ha birkózni kell, segíti a noel. Igen, tehát ritkán van az, hogy Benikém, öltöztes fel a noel. Oké, apuci, már öltöztetem is, csak előtte megeszem a mézes kenyeret, amit kikészítettél. Elmosogatok, és utána már is felöltöztetem. Maga készíti ki a mézes kenyeret. Persze. Csináljatok még kettőt, és akkor ez lesz. Mindenképp. Átjössz be, segít ez kicsit. Mosogatok. Valamit vállalját, mert így is nagyon kemény. Na jó van. Hát akkor elmegyünk egy kicsit hírezni, jó? Legyen így. Legyen így, drága hallgatók, ha van közlekedés híretek, írjátok meg nekünk, kivel mi van, hogy indult a reggeletek, ha valamit láttatok, hogy bosszant benneteket, hogy megosztanátok velünk, vagy beszélnétek róla, vagy nem tudjátok kinek elmondani nyugodtan, küldjetek SMS-ben. Vagy ha tudtok olcsón girlandot. Tudtok olcsón girlandot, azt is küldjétek nincs. El. Van, már néztem 2,2 méter. Már felmentem az árgépre. Egy a fenében halottnak a csók, nem kell erre girlandot tenni, inkább vágasd le egy flexel a rácsot az ablakról, nagyobb örömet szerezzél mindenkinek. Tényleg elfolyam ezüsttel. Fúj le ezüsttel, az jó. 4 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 11 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis Eminem után, és mindig jó. Az amerikai Subway Smash. Így van, Eminemet nagyon kedveljük. Játszhatnánk egy picit többet. Ez az a nyomorult kis 170 millió eladott album szerintem feljogosítva. Vannak véletlenek, nagyon jó kis dal. Azt kell mondani. Igen. Ja, igen. Néha van tényleg. Mellé nyúltak. Igen.
Biztos le volt akciózva. Igen. Egy milliárd lécset évethet, nem? Hát ilyen alapon akkor na, tudod, na, mit kell enned. Látod, nagyon. Tudod, hogy hány E-betűs előadó van, ott vannak az E-betűs előadó. Hát most azért, miért ne higgyünk el azért, mert megveszik, meg sokan szeretik, hát 5 milliárd légy is szeret valamit, érted? Hát azért mégse eszük ugyanazt, nem? Tudod, hogy valami ízje, valami atyák, mert tudom én, vagy zappehely mellé oda volt csomagolva, biztos a szépen. De nem, én is imádom, Eminemet egyébként, ez nagyon, nagyon jó kizenét csinál. Na, azt mondja, hogy atya, úristen, mennyi Mikulásos, mennyi Mikulásos SMS. Jól, jól teszik. Mikulás. Na. Nem akarok semmi rosszat mondani. Azt mondom, hogy kedves Mikulás, így akartam folytatni. Van egy ilyen dal. Ezt éneklem, a gyereknek általában nagyon szereti. Nem akartam, hogy Mikulás. Igen, lett volna rány. Igen. De nem mondunk ilyet. Ilyen magas labdát már nem illik. 7 óra után nagyon. Nagyon vigyázunk a mi hallgatóinkra, hogy nem mondjunk ilyet. Úgyhogy nem mondunk ilyet. Inkább mondok közlekedési éreket. Mit szóltok hozzá? Jó. Hát, ha van egy-két friss. Csak itt közben szenvedek a gépemmel, de mindjárt mindent megoldok. Na, egy gyors frissítés, és már van is ott neked egy pár darab. Jó leszek, egy pillanatot kérek csak. Jó? Na, itt vagyok. Sárkány Centernél autóbusz megállóban rendőrhelyszínen, Gyula doktor küldte nekünk. Moson, udvaron trafipaxunk van, ez a 86-oson van, Attila üzente. Mérnek Nyírbátornál a Pócsi úton, a Virágos előtt, Csövi Roli. Fehér gyarmati körforgalom beállt, mint vasvilla a Ganéiba. Ugyanitt hízóban eladó. Köszönjük szépen. Ha érdekel a hízó, jelentkezni fogunk. M7-es 83-as kilométerénél Acsip kút parkolójából szuperfotó készülnek Budapest irányában. Mupimi üzente nekünk. Valamint Eger és Kerecsend között már kint állnak a fürge eszűek és védáznak. Andris üzente nekünk. Kőmányai út, Meki után Könyves Kálmán kereszteződés, Suzuki versus dobozos várják a rendőrséget. Az úton keresztben állva Tróger üzente nekünk. És Pápa Nagyimót között trafi van, méghozzá Pápa felől érkezőket mérik. Egyes úton almásfűzítő mellett egy elakadt barna Opel áll az út közepén sötétben, és Nyíregyháza felé az M3-as autópálya 75-ös kilométerénél autó az árokban. Na! Hát ez a helyzet. Csúszkálás van. Facebook oldalunkat pedig Viki telet rolkotta, ugyanis paparazzi fotók készültek. Nem tudtunk róla, ahogy Anna próbálkozik kapcsolatba lépni velem kora reggel, én pedig bele temetkezem az újságba, Viki titokban lefotóztam, csinált egy fotósorozatot, valamint Jani mosogatásáról is. De nem hiszem el, mert tényleg nem vettem észre. Nem, tudom, mondtam. Kimentem, mosogattam, ő utána lopakodott, és úgy fotózott le, hogy ebből az egészből semmit nem észleltem. Ügyes asszony, nagyon mi? Nagy, nagyon nagy. Ma reggel paparazzi fotóink vannak. A Facebookon. Anna mit akar ezen anyai a fotósorozaton? Az Anna minden reggel tesz egy kísérletet arra, hogy beszélgessen? Nem tudom, hogy felébresszen, hogy beszélgessen, hogy beindítsa a reggelemet, az egy övét, kommunikációs szakértő. Hogy kapjon egy kis energiát, vagy csak egyszer csak dumálgassunk. Ugye hát én meg a napi bulvárban, a kis kanapén, főleg a keveset alszom éjszaka, leheveredek, és átlapozom, hogy mit ír a bulvár, hát mégis csak hát van benne valami, amiről esetleg lehet beszélni. Anna pedig jön, és úgy nincsen semmi. Tegnap csináltam egy kujáslevest. De szép ez a fa. Rizsleslecsót akartam csinálni, de sajnos nem kaptam. Jó, Maros. Na mindegy. És jön egyre közelebb. Jön egyre közelebb, az ülésből állásra vált, az állásból elsétál a szekrény végéig, és aztán egy olyan 5-8 perc után feladja. De nem keseredik el, de és másnap megint jön. 5-8 percet ezt beleteszi, annak ellenére, hogy az első percben érzi, hogy ez mandinerezés lesz. És Oson egyre közelebb jön, és folyamatosan próbál kommunikálni. Ennyi ezt nálunk egy ilyen... sem adja föl, egyszerűen hihetetlen. Mindennapos játék. Ez egyfajta előjáték már, igen, amivel ráhangolódunk a műsorra, tehát én olvasom a bulvárt, Anna pedig közben beszél. Engem ez egyáltalán nem zavar, néha nyugtázom, hogy ez nagyon jó, közben olvasok. Én rájöttem, hogy én egy ilyen csendes, lelkiszemetes láda vagyok, mert hogy tulajdonképpen Anna már nem azért jön oda, mert mazohista, hanem Anna csak úgy szereti elmondani mindenféle válasz nélkül, csak könnyít magán. Ott és van valaki, ezek a mondatok. Az olyan, amikor egy szoborhoz beszélsz, vagy egy... Tehát van valaki, akinek ezt úgy mondhatja el, hogy tudja, hogy semmit nem mond már. Mint az Abigailbe. Igen. Igen, Abigail, abszolút. Abszolút. Hello, Anna. Sziasztok, szeretek a fényedbe fürdőzni. De nem én csak azért megyek nem oda. Nem, az ott egy lámpa a sarokban, csak igen, az egy lámpa. Kérek időpontot. De nem, rájöttem, hogyha nem figyelek, ugyanúgy elmondott. Tehát neked kell valaki, akinek el tudod mondani. Ha nem én egy fa, ha nem fa egy kutya, bár is. Én hát vagyok ott. Ennél összetettebb a dolog, de én nem adom föl. Egyszer úgyis fogsz rám figyelni, én tudom. Mindig figyel, csak nem.
Én mindig meghallgatom, hogy mit vettél a piacon, mit főztél, mi van a gyerekekkel, és mindig nyugtázom, hogy minden rendben van. De a végén teszted, mondd neki, mondd vissza. Legyen az az utolsó. Nem akarok kudarcot. Ja. Nem akarok kudarcot. De tetszik, hogy nem adod föl. Nem adom föl. Én szeretem a kihívásokat. Nézd, Janival, Ferivel sokkal könnyebb beszélgetni. Az nem kihívás. Ne haragudjatok, fiúk. Nem gondolnám, hogy te igazi beszélgetésre válsz. Én szeretem, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy te csak egy kicsit úgy tudjál trécselni, hogy elmondhasd. Balázs, ott a nem vársz. Igen, nem vársz igazi választ. Meglátod, hogy ott fekszem ilyen magzatpózban, odajössz és elkezdesz beszélni. De ott egy bábú lenne, szerintem neki is elmondanád. Nem vársz igazi beszélgetést. Jó, még nem kapcsoltam fel a villanyt, a karácsonyfával beszélgetni. Igen, tehát nincs igényed. Nincs igényed igazi beszélgetésre. Egy bálványimádó vagy. Neked mindegy, érted, egy Balázs formájú bábú kellene oda, rádobálva néhány ruhadarab, ami emlékeztet az egy újság, és egy újság kezdő, te ugyanúgy elmondanád. Igen. Abszolút. Lehet, hogy igazatok van. Igen, azt gondolom, hogy igazatok van. Megfejtettétek. De jobb neked ettől a reggeled, vagy nem? Jobb, ugye? Hmm. Akkor meg tök minden. Igen. Mi volt a piacon, mi van a Karinával, mi van a piacon, mi volt a tévében, képzeld, láttam azt, aha, és látom, hogy megkönnyebbülve megy el. Megkönnyebbülve megy, elmondhatta. Ezért vagyok. Te tényleg, te olyan vagy az Annának, mint mondjuk a Beszélő disznó című Moldova műben, a Fantom Koca. Akire mindig ráugratják a kanokat, és úgy szedik le a hangjukat. Igen. Hogy mindenkit, ők is tudják, hogy nem az igazi. Kedves vagy, köszönöm a hasonlatot. Ki a koca? A sztoriba ki a koca? Én vagyok. Te vagy a koca. Igen, és minden reggel ráugrik az Anna, és minden reggel próbál meg valami akciót kezdeményezni. Ajajajaj. Tehát egy malac vagyok. Nem baj. Fantom malac ráadásul. De csak fantom. Egy fantom malac, bevállalom. De Viki egyébként a legnagyobb, mert ő meg paparazzi, nagyon jól szórakozik, és kuncogva fotóz mindenkit, úgyhogy nem szól. Viki önjáró. Persze. Egy ninja, itt lopakodik egyik helyiségről a másikra, és úgy készít fotókat, hogy igazából... Igen, nem sokára kiadja majd valamelyik családi fotót, hogy mit a mesztelenül borotválkozom a fürdőszobában, vagy táncolok mesztelenül, vagy birkózom. Igen. Annyit fotóztak benneteket lesből, már meg orvul, meg úgy, hogy nem akartátok, hogy megtanulta. Kitanulta ezt a szakmát. Nagyon jók a kommentek. Fizetünk neki? 10 000 amit írják a hallgatók, hogy más újságokban a lesi fotó 10 000. Tényleg, 10 rugó. Ja, a bruttó 10, csak mondom, azt ne felejtsük el, bruttó 5 vagy 10. Hogy ne, az csak 7. Az csak 7. Nem emelnek, hát azért az már régóta 10. Hát milyen voltam olyan törökországi nyaraláson, egy all-inclusive nyaralására, nagyjából egy... Hát nem volt olcsó, na. És a néni lefotózott, tehát elment, mit tudom én, x 1000 év nyarán, de azért egy 7000 nettóra azért gyorsan eladott a borsnak. Kicsi visszajön belőle. Vagy a Bliknek. Úgy gondolom, hogy meg volt szorulva, tudod. Elmeti 4 gyerek, 6 unoka, all inclusive, 8-an voltak ott, érted, a törökországi szállodában. Szerintem amennyi pénzt ott hagytak, mondom, egy ilyen 10 fős család. Hát vidáman elérdegez belőle, de azért a néni egy hetet visszahozott. Há, persze. Az körülbelül az egyik csúszdaparki belépőnek az egy negyede. Na, de a néni visszahozta. Az valami. Egy hetessel azért azonnal eladott a Bliknek, ahogy ott pipiskedem. Ki a hideg vízből. Na, mondhatod, hogy mondani akarsz valamit? Igen. Na. Baj van, segítséget szeretnék kérni, ugyanis hamarosan érkezik a Jézuska. Ajaj. Ugye? Jaj. Gyermekeim pedig, majd úgy mondjuk, tehát nem kell veszélyfaktorra számítani a hallgatóknak, a gyermekeim írtak levelet a Jézuskának, hogy hozzon nekik ajándékot, ez teljesen normális dolog. Nagyon helyes. Rajzoltak meg. Hm. Leültünk, átbeszéltük a dolgot. Igen ám, de az történt, hogy van egy nagyon kedves barátunk, akinek a két nagy gyereke rendelkezik Xbox-szal. Ajajajajajajaj. Xbox-szal. Beütött a ménkű. Amit én nem is tudtam, hogy az micsoda, ez az Xbox, viszont a két gyerekem, amikor ott átment hozzájuk, akkor beszálltak ebbe az Xbox-os buliba, és azt írták a Jézuskának, hogy drága Jézuska, hozzál nekünk Xbox-ot. Ezt írták? Ezt írták, illetve hát lerajzolták az Xbox-ot. Aha. És most már az jó, mert ezt még félre lehet érteni. De nem lehet, mert ja, ő mondja. Xbox? Basszus, azt hittem cipős dob. Igen. De ezt a konzolt lerajzolt, ezt a háromszögletű konzolt, és én nem akarok Xboxot egy 7 meg egy 5 éves gyereknek, mert azt gondolom, már nem én nem akarok, hanem azt nem akarom, hogy a Jézuska hozzon nekik Xboxot. Igen, mert 8 előtt vagyunk. Tehát én nem tudom, hogy elküldjem ezt a levelet a Jézuskának, ha tetszenek érteni, mire gondolok, mert nem szeretném, hogy a 7 és 5 éves gyerekemnek a Jézuska Xboxot hozzon. Hozzon nekik társasjátékot, hozzon korcsolyát,
tojást, hozzon kiránduló sapkát, fakutyát, rótlit. Tudod, milyen jó az? Majd fogsz sírni, ahogy mesélem, amikor a Velencei tó befagyott, és ott rótlizunk. A nagyobb kapjon hullahob karikát. Igen. Kisebbik meg egy jó pár meleg kesztyűt. Azt is kapjon, annak igen, apuka meg egy üveg pálinkát. Na, tehát, hogy olyanokat hozzon, amivel mi együtt tudunk, hozzon már, nekem hozhat új bringát a Sominak, értele Jézusko, meg hát Xboxon is tudok együtt. Nem tud, de az ülsz a tévé előtt, és nyomogatod azt a nyomorult. Vannak rajta sportprogramok is, ugrálhatok, meg táncolós, meg de ilyenek. Van rajta olyan? Persze, hogy nem. Oké, de hogy fogom megakadályozni onnantól kezdve, hogy azt mondja, hogy a szomszéd följön, amikor trappoltok. Hát egyrészt, ugye, mi a negyediken alattunk nagyon kedves szomszédunk van, de nyilván nem tenném ki ennek, meg abban van, köszi, vannak olyan. Istenem, a szemem kiégett, felotották a lábát. Dudi felotották a lábát, én kértem egyébként, igen, hogy kifolyik a szemünk a fehér ledfénytől. De hogy például a szomszédnál ilyen foci van, amit focit játszol, de nem te focizol, hanem ülsz a kanapén és foci. Utána azt fogja mondani a gyerekem, hogy apa, ebből van forma egy, vegyünk olyan program, lehet benne állítólag így programokat cserélni, azt hiszem. És akkor lesz belőle egy új Mihelis Norbi. Most miért vagy de ilyen nem fel? Lesz. De lesz. A Mihelis Norbi egy van, egyéni világbajnok lett itt, és most is gratulálunk neki, de nem lesz belőle, vagy nem biztos, hogy lesz. Érted? Most mit mondasz? Mit mondasz a gyereknek, hogy írjál le szívem új levelet a Jézuskának? Mert ezt nem tudja hozni? Vagy azt, hogy elköltözött a Jézuska, vagy nem tudtuk kézbesíteni. Nem tudtuk kézbesíteni a levelet. Ismeretlen helyre távozott. Ismeretlen helyre távozott. Oké, de akkor más se fog kapni. Akkor nem lesz ma most ajándék? Hát ez egy jó kérdés. Én szerintem ne vegyél semmiképpen. Én nagyon-nagyon... Nagyon, már Jézuska nagyon, ne úgy értem, úgy igen. Hogy mondd meg Jézuskának, hogy ezt ne. Tehát, hogy kérd meg szépen, hogy kedves Jézuska, ezt küldték a gyerekeim, én szeretném, ha átkonvertálnánk. A srácoknak? Figyelj, mi sem kaptunk meg minden gyermekkorunkban, amit kért. Sőt, legtöbbször nem kaptuk meg, de nem azért, mert a szüleink hányatott sorsként neveltek bennünket, hanem mert nem volt lehetőségük megvenni. Uh-huh. Mert vagy nem akarták. Vagy nem szerettek. Nem akarták meg, hát mi azért gyerekkorunkban nem voltunk elengedve anyagilag. Ezt egyik önkörről sem lehet elmondani, hogy meglehetősen csórok voltunk. Én szerintem tartsák ki, és tudják meg, mi az a csalódás. És tanítsd meg őket. Kapjon egy csontozókést, meg egy fenőkövet. Az már van neki. Legyen ugyanaz, mint tavaly. Felős csontát. Átfúrva a nyakába kötve. Én rettegek ezektől, mert tudom, hogy rettenetesen addiktív. És ha erre egyszer rákattannak, akkor baromi nehéz utána őket felállítani a gép elől. És elindul egy ilyen alkudozás, jó, ha elpakolsz a szobádban, jó, csak fél óra, na de majd mikor kapcsoljuk be hétvégén. Amíg a gyerek ezt nem látja nagyon, feltéve, hogy mondjuk máshol megtapasztaltak, az már kicsit neccesebb. Uh-huh. Tartsd távol ezektől. Ez mind-mind ördögtől való. Így van. Ide, gyermekek. Forgassátok sokat a Bibliát, jó. Olvassátok, és tartsátok azt távol magatokat a gonosztól, mert ez szörnyű. Atyám, minden este úgy hajtjuk álomra a fejünket, hogy elolvassunk egy-egy fejezetet. Olvassátok a Bibliát, forgassátok a Bibliát, imádkozzatok, és higgyetek Istennek. Nyilván a pokol összes mágia a PlayStation-ökből van. És égessük fel az utat a felé, a szomszéd felé, akinek nem, azért mondom, mert tényleg nagyon függők lesznek. Hihetetlenül rákattannak a gyerekek, az agyuk valahogy úgy van ráállítva erre, hogy tényleg én a Benin látom, hogy régebben én engedtem, hogy gombfocizzon a telefonomon. A gyerek remegő habzó szájjal naponta 16-szor kérdezte meg, hogy mikor gombfocizhat. Most ez addig ment, hogy elmentem a játékboltba, vettem neki egy eredeti gombfocit és asztalon. És hál' Istennek le tudtam szoktatni az eredetivel. Telefon megvonás van, brutál telefon megvonás, mert én ebben nagyon puha vagyok, a Viki sokkal jobban csinálja ezt. Ő azt mondja, tőle nem is kérje a telefont. Nálam a pucim. Egy kis komfort, tudod, megyünk valahova, ül hátul, apuci, hagyd hallgassak egy kis gázerózit a telefonon, hagyd játszak ezzel azzal. Ez érdekes, igen. Az igazi nem jött be neki? Milyen igazi? Az igazi komfort. Dehogy nem. Azzal tudtam leszoktatni a gépiről. Tóth Jóska? Törő. Igen, fel. Törő vissza Tóth Jóska? Igen. Kis nyer. Szabados. Igen, a Viki jött, ő kommentál. Igen. Szóval, és ugye mi történik? A szülőben elindul egy ilyen reflexzerű, jó, csak fél óra. Ezzel te megúszol fél órát. A gyermek vidáman játszik, neked egy kicsit... Na de azért ezek a játékok sokszor arról szólnak, hogy lustaságból a kicsit a szülő hagyja, hogy hadd játszon, addig se engem csesztet, kicsit el van, én is el vagyok, csináltam a dolgomat, olvashatok valamit. De nagyon rácsúszik, úgyhogy...
ha rám hallgatsz, akkor Jesuskának szólsz, nem, hogy én pont ugyanezt Jesuska. Mondom. Ez most nem fog menni. Ez most nem fog menni. Dír Jesuska. Ugyanezt gondolom. Dír Jesuska. Én is ezt gondolom, no. Csak mi a megoldás a gyerek fejé. Honnan tudjuk, hogy Jesuska magyarul beszél? Please no hozzál PlayStation Xbox. Thank you. Szerintem tartsák ki. Tanulják csak meg, mi az a csalódás. Tanulják csak meg, hogy mi az, nem megkapni egy ajándékod. Hogy kezeled? Mit adsz helyette? És mit mondasz? Hogy bár megírt már most kezdjem el kezelni, mondjam azt, hogy azért egy B-levelet írjunk a Jézuskának. Igen, kell a B-levél, azt tetszik. Az egy ötlet, B-levél. Nálunk már a C-levél van, de ezért a B-levél az nagyon csak jó. Csak azt írja, hogy PSP. Tudod? Igen. Jó, jó. Akkor jó lesz a Nintendo, tudod? A jó, még... adjuk az Xboxot. Egyefen akkor. Akkor egy hordozható játékkonzol, vagy egy Nintendo. És akkor majd azt mondja, hogy majd a Jézuska eldönt, hogy a kettő közül melyiket hozza. Tartsák ki. Pringázzon, fusson, rohangáljon. Ne válaszd a könnyebb utat, mert ez mindig a könnyebb út. Ne hagyd, hogy a sátán eltérítse. Ne hagyd. Így van. Ne hagyd. Viszont ha már arra jársz, akkor Balázs, hogy vegyél már kettőt, nem vagy. Igen. Viszont, igen, ami neked nem kell, dob már. Azt mert arra tudod, hogy megveszem, mert már a Nintendo-t rohadtul unja a gyerek. Úgyhogy... B-levél. B-levél, és akkor majd egy kis szomorúság lesz karácsonykor, de próbálunk örülni annak, ami a B-levélben volt. Aha. Igen. És ha szerencsére rak, azt írja be, hogy videóton TV foci. Az van. Figyelj, nekem az volt a legnagyobb vágyam. Nekem az volt a legnagyobb vágyam, soha nem kaptam, amikor már megtehettük volna, meg megkaphattam, akkor még nem érdekelt. Meg arra valahogy nem kattantunk rá, vagy tehát játszott a tök... Hát jó, mondjuk nem volt azért egy nagy... Igen. Tehát arra nem tudtál rákattani. Ide egy hallgató, csináld azt, hogy az Xbox dobozába beraksz egy korcsolyát. Ha? Apa! Megkaptuk az Xboxot! Látunk már ilyen videókat fönt. A pulóver volt benne. Bizony az internetes portálokon átírgalmatlan sírás rivás volt. Imádom azokat a videókat, nagyon jó. Ez egy, nem is tudom, vagy a Conan O'Brien, vagy valaki megcsinálta. Ugye ő kérte a szülőket arra, hogy filmezzék le. Picit, könnyen. Valamelyik, igen, Late Night Show sztárként Amerikában, hogy filmezzék le a szülők, akik ugye úgy csinálnak, mintha megvették volna a gyermeküknek a kedvenc ajándékot, de mégsem. Egy gyönyörű norvég mintás pulóver lapulla benne jó szúros nyakkal. Hogy örülne már a kis Soma? Most nálunk a Jézuska csocsóban gondolkodik. Nagy rendes csocsó. De menő. Tényleg? Csocsó. Csocsó asztal. És ezt kéri is? Nem tudom, hogy ezt te kéri? Nem, sose figyelünk arra, hogy mit kell. ennél könnyertelenebb rendszerben neveljük. Csocsó. Csocsó asztal. Főleg azért, mert a gyereked még nem éri fel, nem, és van ez pont a kicsi szeménél lapos. Van a... Nem, van ez a lapos, tudod, amit rá tudsz tenni ágyra, aha, rá tudsz tenni asztalra, és az egész 10 centi. Tehát nem talpakon áll, hanem pici lapos. Bárhova tudod tenni. Jó, csak jó, aztán, hogy félreértse véletlenül a Jézuska, és hozzon neked helyette egy biliárdasztalt lentre a pincébe a haverokkal. Kicsit mindig úgy veszük az ajándékot, igen, hogy azért az nekem jó legyen. Csocsot mondtál? Basszus! Na mindjárt, hát most már biliárdasztal jutott. Engedj ide a párat, hagyjátszak kicsit. Ennyi kicsit arrébe. Tomi bácsi is lökne már egyet. Szóval hagyjátszak egyet. Na, új levél. Én azt mondom, legyen B-levél. B-levél. Több címre megcímezve, tehát mintha nem tudnánk, hogy hol lakik a Jézuska, lapföldön, mit tudom én, a mennyországban. Eltévedt a levél, de megkapta a másikat. Aha, és azt tehát zavard össze a gyereket, amennyire csak tudod. Golgota. Igen. Figyeljetek, de jó ez az A meg B meg C levél, mert az utolsó, akkor már lesz F levél, meg H levél, I, és akkor végére vársz csak ezt a hozz, amit akarsz. Hová tart ez a világ egyébként? Tényleg, mi hogy kaptuk meg a karácsony ajándékot Jézuskától? 24-én csöngettek, bezavartak a falá, zokni. Nem? Nyilván volt egy csomó jó, persze, de kicsi apró dolgok, hát nem kaphattunk nagy dolgokat, mint megkaptuk az első életem első két kazettás magnóját, hát napokig Modern Talkingot hallgattam rajta. Nem, hogy levelet nem írtál a Jézus. Hát nem írtál, én írtam neki mindig. Igen? Nálad mindig tudták, hogy csontot kell a nyakadba rakni, persze, beraktak a nyakadba. De legalább azt tudta, hogy azt hozzon. Ferike, a karácsony hagyd le a fejét. Levelet? De saját, elipszilon a saját pörzsölő. De ezeket nem kell, ezek nem alapvetések voltak. Hát ezt meg három éves korodban megkaptad. De nem azért nem írtál levelet, mert a szüleid szemetek voltak, és nem akarták megvenni. Azért nem írtál levelet, mert akkor a szülők tudták, hogy valószínűleg olyat írnál, amire nincs pénzük, tehát finoman olyat vettek, amit megengedhettek maguknak, de nem hergeltek abba bele, hogy írd le. Na, Feri, hogy tetszik az új kukoricamorzsoló?
Nem, apád nem volt hülye. Apád ne Isten nyugosztál, drága. Csak nagy természetű volt. Csak nagy, szeretett enni. Nézd, felvit vettem magamnak. Úgy böllerkés, úgy böllerkés. Rendesen, szépen beszélt ő egyébként, tehát nem volt vele baj. Úgy böllerkés, holnap meg is szúrjuk azt a balacot, Felikem. Egyszer is elmúlt át, nyíjál egy feles. De a papa még csak adnémes, hogy nem baj, akkor is jó, szokjad időben. Szóval, hogy azért tényleg mi is felnőttünk úgy, viszonylag remélhetőleg normálisan, hogy nem az volt, hogy írjál levelet, meg kérd azt, szóval, hogy kordában kell azért őket tartani. Nincs itt helye semmiféle komolyabb elkapatásnak. Be Xbox, meg Nintendo, meg PlayStation. De nem lehet, hogy 2015-ben egyébként meg ez a jó ajándék. Anyárnak stoppolófa. Neked fajos maga. Nem én vagyok a stoppoló. Nem lehet, hogy 2015-ben ez egyébként egy normális ajándék egy 7 éves gyerek? Az Xbox? Aha. Nem. Rohadtul nem normális, egy 100 ezer forintos ajándék, vagy egy 60 ezer forintos ajándék a gyereknek. Én nem kapcsolatom, mennyibe kerül. Hát én sem, mert soha nem vettem, egyszerűen 60 vagy 100 kérdezem, körül van. Nem le, hogy manapság, na az kell egy 7 éves. Kölcsön, miért kéne egy 7 éves gyereknek Xbox? Én veled vagyok, csak kérdéseket teszek föl, érted? Nem hogy kell. Azt mondod, hogy fejleszti az érzékeket. Ma már erre mikor kaptad meg életed menni? Első Commodore-ját, érted? 16 éves voltam. 16. Wizard of War, két kis ízű, bábolt, lőttük a darazsat, meg a boszorkányt. Volt. Hát persze, hogy más világ volt. De lehet, hogy ma már az kell, hogy 7 évesen elkezdje ezt, mert olyan, nincs ingere. Mit? Hogy érte? Napi 8 órát üljön a képernyő előtt? Nem kell napi 8-at ott ülni. Nem tudod elvenni utána majd fél óra. Fél de miért nem? Kihúzom a konnektorba. Persze. Nem megkésel a saját gyereked, annyira függő lesz. Egy csomó áruház. Hát azért csak nem itt tartunk. Egy csomó áruház van, ahol ki van rakva, azt lehet vele játszani. Ki sorba állás, érted? 60 ezer, 80 ezer, nem tudom mennyi. Hát nem kell, nem. Jövőre mit veszed? Toronyórát, lánccal? Az már van. Ugye? Ezek a dumák meg vannak. Na majd jövőre. Toronyórát kapsz lánccal. Igen, mi kéne? Toronyórát, lánccal, takarodj a konyhába mosogatni. Majd találjam ki. Feriékhez pillantottuk meg. Nem, nem, hogy biztos, hogy volt kerül. Az, hogy szívjad az orrodikat. Hey, te, ha is kell disztót a szobában. Még egy töltenéket, minden hideg is jó. Töltött káposzta, isteni hideg. Hú, és mi van, ha januárban visszamegy a panna, érted, az iskolába, igen. És igen. A 30 osztálytársa közül 15 Xboxot kapott, akkor mi lesz? Mi van? Semmi. Akkor mi lesz? Akkor ő lesz a menő. Akkor mi lesz? Mert azok már tucat emberek. Hazajön, bever két fasírozott, az minden problémát megold. És úgy fog szomorkodni tovább, hogy neki nincs. Legalább lesz egy jobb kezébe, bal kezébe. Ja, tartani 140 ezer forint írja a hallgató. Tartsunk valami normális értékrendet. Azért. Próbáljuk tartani. Azért inkább egy negyedik sonka szeletelő állvány, nem? Hát ebből még nem jön ki a sonka szeletelő, arra még gyűjtök, de... Egy szülő feladata nem az, hogy mindig... Prosciutto, mi lenne? Egy szülő feladata, hidd el, hogy nem az, hogy mindig minden formában kiszolgálja a gyermek igényeit, hanem terelgesse, és igenis néha megtanítsa neki azt, hogy mi az, amikor nem azt kapod, amit kérsz, mi az, amikor a Jézuska nem azt hozza, hanem valami máshoz, de nem az ajándék a lényeg, a szellemisége az egésznek, amikor ott ültök, és szívjátok. Na ez már az a komcsi duma, tehát ez már nem ezt mondom. Hát, én nem teljesen ezt mondom, hogy a szellemiség. Én átszellemült pillanatokat éltünk át. Apám egyik combján, én a másik combján, a nővérem, és énekeltük, hogy menj bőle haza. Jani, hagyjuk a szociosztoriáidat. Igen, és amikor már tízedszerre futtok, ezek neki, akkor már átlagos karácsony figyelj, volt. Figyelj, ez teljesen átlagos volt, és így átölezik. Na, menj, segyik kezdjük. Énekeljünk együtt, mert annélkül nincsen ajándékbontás. És már nem is akartuk, hogy kibontsuk az ajándékot. Na, drága hallgatók, írjátok meg, nálatok mit kell visszaverni, jó? Mit akar a gyerek, hogy megy a terelés, ki beszél a Jézuskával, ki bizniszel a Jézuskával. Van-e A-levél, B-levél, C-levél. Milyen szörnyű reklámot látott már meg a gyerek a mesélő pónival, a farmászó autóval és a nem tudom mivel. Na, akkor ennyire be se kapcsolod a tévét, ne nézzen izé mesét a tévét. Tanulja meg, mi az a regula. Nem kapcsolunk tévét fel. Kemények vagyunk. Ellenállunk a rám. A végsőkig, igen. Így van, ne költekezzetek, van egy csomó jó kis játék, diszkont, lehet venni nekik mit, akciós műtaknyot, meg ilyen. Jó, most szóval valahol a kettő között van. Valahol a kettő között van az igazság. A leértékes, kicsit beporosodott műtakony és az Xbox között azért még nagyon sok kreatív dolog van. Ezer év múlva is műtakony marad. Csak le kell most is szappanos. Xboxról meg lesz már jövőre is új. Írjátok meg, jó, hogy próbáljátok visszaverni a gyermeketek támadását, elterelni, és ki ír, mit ír, és milyen levelet ír a Jézuskához. Anya azt mondta, hogy nem vehetjük meg. Anya mondta, nem én. Na mindegy, nem mond neki vissza.
Jövünk Ákos hírei után. Hogy lehet ennyit szenvedni a dal végén, nem? Hát elfolytak az ötletek. Kell még 20 másodperc. Éj hozzá, éj hozzá. Ha basszus, én elírok még egy verset. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48, múlt pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatóink. A Jézuskáról beszélgettünk, ugye, hogy ki hogy terelgeti gyermekét, ki mit ír a Jézuskának, és mi van akkor, ha a gyermek valami olyat választ, amit esetleg a Jézuska nem akar teljesíteni, mert hogy a Jézuska azért szőrös szívű, és hát tanítja a tudatos fogyasztása a gyermekeket, és nem mindig hozza azt, amit egy gyermek szeretne. Jézus kell olvasni a levelet, hát ez rohadt drága. Igen, ez a tudatos mi? Ugye Feri mesélte a hírek előtt, hogy a gyerekek kitalálták, hogy játékkonzolt szeretnének, és mit mond ilyenkor egy szülő, megveszi, nem veszi, ellenáll, letudja, másra beszéli, lebeszéli, csalódást okoz, megveszi, nem veszi. Jó kérdés, nyilván. Azt mondja, hogy nálunk nagy vita volt a hétvégén, mert a 4. osztályos kislányomnak azt mondták a barátnői, hogy nem a Jézuska hozza az ajándékot, hanem én veszem. Nagyon komolyan előadtam, hogy én küldöm a listát a Jézuska e-mail címére, illetve pénzt utalok át neki. Azt, hogy mit vesz belőle, az már a meglepi. Ennyi közön van, így belenyugodott, remélem. Természetesen a Jézuska veszi az ajándékot. Nem is szabad más mondani, és hát ez így van. Ez az igazság. Így nem? Van. Így is van. De jó. Mi már megtanítottuk a gyerekeknek, 3 évesek és 6 évesek, hogy jól nézzék meg a reklámokat, mert olyat biztos, hogy nem kapnak. Azt azért hirdetik, hogy azért, mert senkinek nem kell, meg hogy a reklám drágább, most már ők mondják, hogy ez a gagyiság nem is kéne. Elég korán meg lehet tanítani már a gyerekeknek a tudatos fogyasztást. Tomek küldte nekünk. Jézinek megtetszett az Xbox, és megtartotta, azért kaptatok tollas készletet, meg szöszmözzoknit. Aha, valaki, hogy ezt kell, ezt kell mondani a gyereknek. Az én fiam telefont szeretne a Jézuskától, de még korainak tartom, úgyhogy várok még vele, jövőre talán megkapja, hisz még csak 42 éves. Hello Feri, beszélő póni interaktív kutya kellett volna a lányomnak, a Jézuska visszért, hogy idén ezt nem tudja hozni, kérje mást, de beszélje meg apujékkal. Ez is egy jó, hogy visszaír a Jézuska még 24. előtt, igen. Öcsém érintőképernyős telefont akart karácsonyra, mikor szenteste nem az volt a csomagban, elsírta magát, ekkor mondta meg neki anyu, hogy Jézuska. Ezt nem olvashatom, mert sok gyerek felsírna a kocsiba. Hallottad, mit mondott a Balázs? Az én 2,5 éves nem tudom, hogy öccse, fia nem írja, csak annyi, hogy 2,5 évesem hörcsögöt akar. Nem tudom, honnan akad be neki, de bárki jön hozzánk, elmeséli, hogy hörcsögöt fog tartani a kezében, és hogy hörcsögöt fog kapni, pedig nem fog. Ezt szeretem. Nekem ilyen szimpatikus. A fajta szülői keménységet szeretem. Vele össze akarok járni. Így van. Mikor aranyos a gyerek, hörcsök, 2,5 éves, de nem fog. Így van. Nálunk az volt a megállapodás, hogy a reklámokban látott játékoknál csak akkor szóljanak, ha az nem kellene. Hogy van ez? Nem tudom. És ez mire jó? Ezt nem értem. Az én gyermekem egy zsiráfot kért. Nem vagy szülő, ha nem teljesíted. Nem rossz. Nem rossz. Igen. Ne bántsátok a Ferit állandóan, ő ugyanúgy megkapta gyermekkorában a legújabb technikai játékokat, mint ti. Kérésének megfelelően disznó perzselőt hozott neki a Jézus. Természetesen. Az egy hasznos ajándék. Igen. A kolbásztöltő, Istenem, hurkatöltő. Alig használ, hogy Lajos bácsitól vettem. Az összes hülye gyerek Xboxot kér. Kicsi a kukurca. Igen, nektek már nem tud hozni a Jézuska. Azt mondta, kérjetek valami okosat. Mondd ezt a gyermeknek. Így van. De mi az e-mail cím egyébként? Jézuska.com. Igen. Jézuska.jézuska. Ez a legjobb. Mondd meg a gyerkőcöknek, Feri, listát írjanak a Jézuskának, mert nem biztos, hogy meg tud szerezni mindent, így biztos kapnak olyat, amit szeretnének, és ami fent volt a listán. Köszönjük szépen. Feri, az segít, ha van disznóvágás Xboxra? Persze, az nagyon. 5000 a hízó, 3000 pont a koca. Kapd el a disznót. Első jár, interaktív. Kicsúszott a jobb hátsó, jobb első csülke, és elszaladt a szántásba vetésre. Mikor fogtok húzni, puszi Szonya? Már Szonya húztunk. Drága, már húztunk. Már húztunk. Vagy már téged? téged is, ugye húztak már. Húztunk, igen. Húztunk, arra húzásra gondol Szonya, hogy mi egymást kihúzzuk és ajándékozunk. Húztunk, volt ajándékozás. Jaj, de szép karácsonyunk lesz itt. Igen. A mi gyerekeink, a 21. század gyermekei a listára Lego cikkszámot írtak, hogy ne legyen tévedés. Ez a kemény, mikor a gyerek már tudja, hogy mit kell csinálni. Nagyon durvák. De jó. Igen. Az a legjobb értelem, amikor a gyerek megrendeli, és azt mondja, hogy utánvétellel annyit, de kértem. Igen.
És simán meg is tudja csinálni. Abszolút, persze, de az már meleg, ha a gyerek rendeli, hát akkor már oda az a karácsony egész igazi öröme. Amikor tényleg, amikor oda megy hozzá a hétves gyerek is. Anya, azt akarom kérdezni, hogy nekünk van PayPalunk. Micsoda? Nincs Ray, pedig Ray Pál. Na jó, ne. Na jó, pálik a szád Ray, dehogy is, pedig Ray Pál. Na jó, ne. Jézus Isten. Na, mit pondóri játékunk jöhet? Micsoda? Mit mond Dóri? Ja, Dóri? Ja, Dóri? Ja, Dóri? Mit mond Dóri? Mit Dóri játék? Mit mond Dóri játékunk következik már is? Visszafelé beszélünk. Művész hevére a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Aki válaszol, halló. Sziasztok. Ki válaszol? Eszter vagyok. Eszter. Aki kérdez, cigány jön. Aki válaszol Horvátino. Eszter. Ha valaki esetleg nem hallotta volna, Dóri, a mi csodagyerekünk, a Got Talent egyik felfedezetje, és ő fog visszafelé mondani szavakat. Igen. Mondatokat, szavakat, vers sorokat, idézeteket, bármit elmond visszafelé, játékosainak pedig ki kell találni, hogy mit mond Dóri. Hallottad a tegnapi játékot, Eszter? Persze, igen, hallottam. Ott tetszett meg a játékotok. Na, tök jó, azóta nehezet tettünk rajta. Bizonyám. Aztán a tegnapi játékosunk is pont Pécsi volt, te is Pécsi igen, vagy. Igen, Pécsi volt és gyógytornász, igen, hallgattam. Mi van, Pécsi? Emlékszem rá. Hát emlékszem rá. Székesegyház. De K-vonal van, egy ilyen közvetlen vonal. Pécs és a stúdió között. Igen. És te mit csinálsz, Eszter Pécset? Én is tanuló vagyok, én biológiát tanulok. Hmm. Olyan jó tájmasszázson voltam Pécset a pécsi kitelepülésünk, hogy az valami elképesztő. Úgy meggyúrt a mama. Igen, annyi... ember van. Igen, Pécsen. Annyira meggyúrt a mama. Nem lehetett táj, ha mammánál voltál. Föltűnt az Inguert, azt mondta, na gyere te szőke. Most úgy meggyúrt a fie, recseget ropogott minden. Elég jó beszél a nyelvünket. Elég óta jön Magyarországon, igen. Eszter, figyelj ide! Mondom, hogy milyen kategóriák vannak, mert tegnap már a tegnapi játékosunk kipipa... Állatot. Igen. Nem tudok ügyet mondani. Ez a lány, ez nagyon felkészül. Hallgat minket. Igen. Kipipálta a tegnapi játékos az állatot, úgyhogy maradt egy híres ember, egy szólásmondás, egy tárgy, vagy pedig egy város. Ezek közül választhat. Tárgy. Na figyelj ide! Alakítgatjuk mi még a szabályokat, és a játék az ugye arról szól, hogy ki kell találnod, mit mond Dóri visszafelé, ja. Vagyis neked ugye hát normál sorrendben kell elmondani. Előről hátra. Viszont, ha kétszer megmutatjuk és úgysem megy, akkor kiveszünk valamit az ajándékcsomagból, és újra megmutatjuk. Ez hasonló szisztéma, mint az Owen bácsi csinál, tehát nem mutogatjuk a végtelenségig a dolgot. Jó? Jó. És hallani fogsz egy óra ketyegést, ez azt jelenti, hogy lejár az időd, összesen fél perced van. Nem több arra, hogy kitaláld a játékot. Jó? Mehetünk? Jó, rendben. Na figyelj, indítjuk az órát. Tudja? Nofelet libom. Szóval, ha jöjjön még egyszer. Itt vagy? Igen, szeretném még egyszer. Nofelet libom. Nofelet libom. Ó, megvan. Mobiltelefon! Ki tudta? Hát a párom tudta, szerencsére még itt van, nem indult el munkába, és ő segített. Igen, hallgass meg, figyelj! Mobiltelefon, nofelet libom. Ennyi. Ó, tényleg, igen. Mobiltelefon, nofelet libom. Jól van, ügyes vagy, tegnap a játékosunknak is a párja fejtette meg. Igen, kellenek a párok, látszik. Nem te vagy a tegnapi játékos. Nem én vagyok a tegnapi játékos. Nagyon sok hasonlóság. Nem iratkoztál be tegnap egy másik szakra? Gyógytornászról, biológiára? Igen. Ez volt a mobiltelefon, és hát még benne is maradt minden az ajándékcsomagban. Benne maradt minden az ajándékcsomagban. Már folyta, megint. Köszönjük. Igen. Nagyon szívesen, küldjük neked. Jó? Jó, rendben, köszi. Köszönjük, ciao. Hello. 3 perc múlva. Pontosan 8 óra jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 8 óra múlt,
11 perccel. Jó reggelt kívánunk. Minden morning show hallgatónak itt vagyunk a Klasszon. Milyen idő lesz már, még nem is beszélünk. Hideg. 16 fokot meleg. Is mondanak megint, 16-ot az ország egyik részére. A esőt. Egy ilyen teljesen értelmezhetetlen december 1. Szörnyű, szörnyű. A leborult civar végig. Szívesek vigyázzanak magukra. A szívesek vigyázzanak? Szívesek vigyázni magukra. Miért? A 16 fokon érzékeny érinti a szíveseket? Igen, igen, elég komoly. A hőmérséklet ingadozás. Azt nehezen bírják. Az. Minden átmenet nélkül ennyit ingadozik a hőmérséklet, az mindig megviseli azokat, akik gyengébb egy picit a szívük, vagy front érzékenyek valamilyen szempontból. Fejfájosak, migrénesek, úristen, szegények, Juli például, basszus. Na mindegy. Na, azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket. M3-ason Debrecen felé baleset, a 35-ös kilométernél állunk 10 perccel, kerüljetek. Orsi küldte nekünk. Ugyanezt kérdezi valaki, hogy mi lehet az M3-ason Nyíregy felé. Egy helyben állunk, köszi, aki tudja, baleset van, úgyhogy kitartás. Putnokon iskolával szemben van egy trafink, Tünde üzente nekünk. Aztán Vasmegye, Tótfalu és Alsó Szölnök között autó az árokban, tűzoltók, mentők a helyszínen, csúszik az út, vigyázzon mindenki, ezt Móni küldte nekünk. Aztán a 81-es számú főúton, kamion keresztben, a sörédi bekötő után teljes útzár, kerülni Sörét felé lehet, ezt Trombitás Balázs üzente nekünk. 60 és Gyöngyös közötti szakaszon személyautó árkon túl kerítés mögött totálkár, mentő és rendőr a leálló sávban. Gyöngyöstől tovább Ludas felé kamion az árokban, de talpon. Direkt vagy véletlen, nem tudom, ezt Jani küldte nekünk, ez az M3-as autópályán van. Aztán Egerben trafiznak, vigyázzon mindenki, valamint a Váci úton befelé teljesen a Nagy Tescóig be van állva, aki tud, a Nagy Tescónál lépjen le valamerre. Ákos küldte nekünk. Miért Nagy Tescó nagyobb, mint a többi? Az óriás Tescó? Azért, mert igen. A Váci úton van ez a kicsi, Pici. Ez az Express Tescó. Ja, és ez a Nagy Tescó. Ez meg a nagy, nem, meg a rendes. Nagy. Volt idő, mikor arra laktam, és mindig éjszaka vásároltunk. Emlékszel? Milyen jó volt, mi? Nem emlékszik, nem. De emlékszik, csak nem akar. Felkavarják ezek a régi emléke. Amikor még kéz a kézben bolyogtatok a Tescóban. De látod, micsoda élmények, micsoda emlékek. Éjszaka nem volt senki, rakották az árut, te meg ott szépen vásároltál. De ez van, most is lehet menni. Azt nem tudom, azt nem tudom. Mint ha lesz ez még így sem végén, amikor elmennek, és még nem is nyitott ki a pékség, és vesznek zsemlét. Istenem, ez biztos, hogy ugyanilyen romantikus lehetett. Abszolút, abszolút. Ők se fizettek érte. Kiflit vettünk, vajas kiflit, igen. Csak nem zsemlét. Már laktózmentes tej, nincs. Te szar hely. Mérnek a 86-os útvar Mosóudvar belterületén, ezt pedig Zsolt küldte nekünk. Köszönjük szépen, mindenki vigyázzon. Polgár Peti és a Hungarikul Hunadal című dalát 143.199-en nézték meg. Gyönyörű. Azért az nem rossz. Azért az nem rossz. Nehogy kiégessük a dalt, mire szavazniuk kell, gyerek. Erre vigyázzunk. Tudod, hogyha nagyon súlykolsz valamit, figyelj, akkor megégeti magát. Most hagyd kérdezzek valamit. Michael Jackson Thrillerét ki lehet égetni? És igazad van, adom. A tied valóban hasonló értékes műről van szó. Igazad van, bocs, adom. Bocs. Fel nem égetjük ki, napi egy lejátszással nem égetett ki. Csak be kell vinni a köztudatba, hallgassák, szeretgessék, tanulják a szöveget. Ha óránként háromszor leadnánk, akkor kiégetnénk. De így ettől nem kell. Nekünk fontos egyébként, amikor ott leszünk majd a színpadon, ott állok majd Peti elől, mi pedig hátul a busómaszkokba. Hogy én leszek maszkba, ti ne legyetek maszkba. Jó. Miért lennétek maszkba? Most maszkirigy? Nekünk nem. Miért lennétek, hát legyen ott az arcotok. Ennek a fejnek mindegy, azt mondja. Na, én nem tudok csak ott lenni, majd valószínű. Hát neki kacsintasz majd? Tessék? Egy pillanat, hogy én vagyok a szabúgy. Meglátjuk. Lesz valami ilyesmi. Nagyon fontos, hogy majd egy adott pillanatban együtt énekelje velünk a közönség. Tudod, kiállás, és akkor együtt. A helyt? Teszünk mi a WHO-ra, érted? És akkor ezt együtt az egész terem. És majd a zsűri hátra néz, Piero csodálkozik, basszus. Ez mennyire jó. Dalaim, Piero benne van a zsűriben, tudjuk? Tudjuk, tudom, hogy igen. Ugye? Hogy még nem is tudjuk, hogy nem is tudjuk, hogy ki a zsűri. Na, folytatjuk a ma reggelt egy kicsit komolyabb témával, mert hogy ami drága Novák Andrásunk ugye járja a világot, és mostanában nagyon sok helyről jelentkezett már be hozzánk, és ritkán történik az, hogy ő szól, hogy gyerekek, helyzet van, erről most beszélnünk kell. De ez megtörtént, ugyanis ő folyamatosan forgat, jelen pillanatban pedig a görög-macedon határon van, és hát elképesztő dolgokat mondott ő már tegnap, amikor is arról faggattuk, hogy mit akar majd elmondani nekünk adásban. Ugye itt megállítják a bevándorlókat, érdekes a helyzet nagyon,
szomorú és dermesztő is, ugyanis a görögök is úgy döntöttek, hogy próbálják ugye visszatartani a menekült hullámot, és csak a háborús övezetekből, Szíriából, Afganisztánból, Irakból érkező migránsokat engedik be az országukba, hogy aztán ők tovább mehessenek például Németországba. És nyilván a menekültek nem bírják ezt a fajta idegörlő várakozást, és erre többször hallani, hogy összecsapások vannak a görög-macedon határon, de ugye messze van, nem is biztos, hogy az ember elolvassa a hírt. Menekült kérdés kicsit mindenkinek. Nem azt mondom, hogy tele van a hócipője, de lehet, hogy már-már telítve vagyunk menekültekkel kapcsolatos információktól, és nem mindig olvasod el. Elképesztő állapotok vannak állítólag. Azt hiszem, hogy hihetetlen, verekednek, lázadások vannak, a rendőrök verik őket gumibottal, valaki öngyilkos akar lenni, tehát hogy elképesztő. Számomra elképesztő dolgok vannak ott. A legmegdöbbentőbbek azok a képek voltak, amikor azt lehetett látni, hogy néhány menekült összevarja a száját. Összevarták a szájukat, így van. A száját azért, hogy ne derüljön ki, ugye, hogy honnan érkeztek, tehát hogy ne tudjanak velük beszélgetni. Igen, itt megint látod, ez van, hogy mit fogsz mondani, azt fogod mondani, ha menekült, hogy Szíriából jöttél. Ki lesz az a görög, vagy az a macedón, aki eldönti, hogy te honnan érkeztél? Itt tolvácsokkal mennek oda. És? Hát, és gondolom szíriaiul. Szíriaiul kell beszélni, de szíriaiként is jöhetsz több helyről az országból, ott azért vannak most már olyan területek, amiben ugye nincs veszély. Szerintem ez a film hangulás, vagy ez már nem kell. Elég, ha Szíriából jössz. Na, megkérdezzük mindjárt Andrást, hogy mi a helyzet. Itt van velünk Novák András. Hello András, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok! Te már itthon? Igen, most már egy napja itthon vagyok, és éppen vágom a filmet, tehát pont arról van szó, hogy amiről most beszéltetek, hát ezt meg is tudjuk mutatni, tehát pontosan a bevart szájú embereket, a támadást, a kődobálást, az agressziót, a verekedést, az öngyilkosságot, tehát benne voltunk a sűrűjében, mindenhol ott voltunk, tehát éppen akkor mentünk le, de egyébként erre számítani lehetett, hogy el fog pattani a húr, mert hogy már ugye 2-3 hete ott várakoznak, akiket elég konzekvensen nem engednek át a macedónok, a görögök és a szerbek is visszatolják őket, szóval itt várható volt, hogy ez a feszültség ez elő fog jönni, vagy ki fog jönni. Hány emberről van szó körülbelül? Hányan várnak a határon? Nagyon nehéz erre pontos adatot mondani, tehát amikor megérkeztünk egy olyan 4-5 nappal ezelőtt, akkor olyan 4-5 ezer ember volt olyan, akit azért tartóztattak fel, mert nem tartozik az átengedhető három nemzethez, tehát se nem iraki, se nem szír, se nem afgán, hanem rengeteg, tehát mit tudom én, Afrikából legalább 8-10 országot fel lehetett sorolni, hogy Kongóból, Kamerunból, Togóból, Elefántcsontparkból, Nigériából jöttek emberek, és emellett még Algériából, tehát Észak-Afrikából most hihetetlen számomra is meglepő volt, de Észak-Afrikából, Algériából, Marokkóból, Tunéziából rengeteg ember érkezett. Azért nem lehet pontos adatot mondani, mert azok a napok alatt, amíg ott voltunk, nagyon sokan úgy döntöttek, hogy elindulnak a zöld határon, tehát illegálisan megpróbálnak bejutni Macedóniába. Na, és ugye a görög kormány úgy dönt, hogy feltartóztatja őket, ugye? Így van, nem csak a görögök, tehát ez egy uniós német megállapodás volt az átrendelőkkel. Így van, tehát ez egészen számított, tehát onnan lefelé megyünk, hogy Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Macedónia, egy ilyen közös határozat született arról 2 héttel ezelőtt, ez november 19-én élet lépett be, hogy innentől kezdve csak ebből a három országból érkezők mehetnek tovább, és ezeket az embereket vissza fogják Görögországig toloncolni. Tehát innentől kezdve ez nem volt kérdés, a macedónokra hárították, tehát azért Macedóniáról tudni kell, hogy nem egy gazdag ország, egy 2 milliós országról beszélünk, alig 10 000 fős hadsereggel. Tulajdonképpen most azt csinálják, hogy kerítést építenek, rendőröket, katonákat, páncélozott járműveket, embereket, tehát minden szerintem, ami él és mozog náluk, szerint oda vezényeltek a görög határa, hogy megakadályozzák, hogy tovább jussanak. Szerintem ebben van egy kis olyan szándék is, hogy ugye Macedónia, Szerbia átsingózik az Európai Uniós tagságra, tehát ennek most nagyon megpróbálnak megfelelni. Hát de most már azt hallani, hogy most már a törökök akarják őket leginkább megállítani, mert hogy született, te is erről beszélsz, hogy egy megállapodás, hogy a törökök kapnak ugye anyagi segítséget az Uniótól, és cserébe ők pedig vállalják azt, hogy már nem engedik el a hajókat Törökországból, Görögország felé, hanem már Törökországban megállítják őket. Igen, ez nem azt mondom, hogy akarják a törökök, inkább ebben ennek anyagi háttere van. Ritkán beszélünk erről, de azért azt ugye lehet tudni, hogy az eddig érkező menekültek átlagosan 1000-1500 eurót fizettek a török maffiának azért, hogy ugye átvigyék őket a görög szigetre. Ugye az utazásnak ez volt a legköltségesebb része, ez volt a legradikálisabb része. Na most ezt beszorozzuk, átlagosan napi 5 kötőjel 15 000 menekültel, az elmúlt 8 hónapban naponta
10 millió eurós bevételt jelentett Nyugat-Törökországban. És ezt most nem tudom, hogy hogy osztották el ott, de az elmúlt 8 hónapban minden nap 10 millió eurós. De ez nem a törököknek. Persze, ez nem a török hatóságok kapta. Azért hangsúlyozzuk, hogy ezt nem Törökország kapta, mert most ahogy nem török hatóság, elképzelhetitek, hogy mekkora lobby, és most ez teljesen mindegy, hogy ez összefügg az ottani közigazgatással, rendőrséggel, hogy az ottani mafiával lehet-e közöttük kapcsolatot, még véletlenül is szeretném azt a láthatót kelteni, hogy van közöttük kapcsolat, de képzeljétek el, hogy micsoda erős lobby lehet az, ahol naponta 10 millió eurót keresel, és hogy ezt meg akarják szüntetni. Nem véletlenül most már másodszor utazott Merkel Törökországba, Ankarába is tárgyalt arról, és ugye valószínűsíthető volt, hogy keresd a pénzt mögötte, meg ugye felajánlott 3 milliárd eurót, és valószínűleg a törökök erre azt mondták, hogy köszönjük, és valószínűleg fél év múlva, na jó, megállítjuk, de akkor kérünk még 3 milliárdot, vagy valószínűsíthető, hogy ebből ők még pénzt akarnak látni. És tudjátok, azért a törökök előtt le a kalappal, ezt múltkor is mondtam, hogy azért az ő menekültáboraikban jelenleg is 2 millió menekült van. Úgy, hogy most Európában a 23 ország, illetve a 260 millió ember nem tud 1 millió emberrel megküzdeni. És csak Törökországban 2 millió menekült, Jordániában 1 millió menekült, Libanonban 1 millió menekült. Tehát egyelőre a törököknek sokat köszönhetünk, hogy őket nem engedték át. Viszont az abban meg szerintem igencsak hibásak, hogy az Iránból, Pakisztánból, tehát az Ázsiából érkezők, illetve most már Észak-Afrikából, Afrikából érkezőket viszont csont nélkül átengedik, tehát azért a török határ egy kicsit olyan szita jellegű, hát láthatjuk is, hiszen bejött 1 millió ember Európába, és az mind Törökországba először bejutottak, simán, tehát simán át lehet menni a zöld határon, és utána meg ugye Görögországba. Ami érdekes a dologban, hogy azt mondod, hogy Macedon görög határon van a kvázi zár. Ugye? Így van. Itt forgattunk. Igen. Tehát itt nem engednek át a 3 érintett országon kívül így senki van. Mást. Mit csinál Görögország? Mert hiszen nekik eddig is óriási teher volt a szigeteken lévő menekültek és a szárazföldön lévő menekültek. Most még többen ragadnak náluk. Ő mit mond? Ő kitolja most akkor a török-görög határa ezt a védelmi vonalat, vagy jó neki a macedon-görög határ? Hát pont ez nem tudják kezelni a görögök. Hát ezért törhetett ki a balhé, hogy 5000 ember torlódott fel 2 hét alatt. Tehát egyelőre még nem kezelik sehogy. Úgy kezelik a történetet, hogy oda vezényeltek rettentő sok rohamrendőröket, és arra várnak, hogy ezek majd meggondolják magukat, és visszamennek. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a mi szempontunkból az egy pozitív hír, hogy megjelentek az első buszok és taxik, amelyek visszafelé viszik a menekülteket. Eddig ilyet nem láttam. Szóval abból is üzlet lett, hogy visszafelé szállítják őket? Így van, és én is megdöbbenve kérdeztem itt a görög taxisokat, meg a buszosokat, hogy miért állnak itt, és rendelték oda az észak-afrikaiak, az algériek, a marokkóiak és a tunéziaiak, hogy akkor mennyi, 10-20 euróért viszik őket Athénbe, és ha már Athénba mennek, akkor ugye nem ide fognak jönni, hanem akkor visszafelé mennek, de eddig erre nem volt példa. Tehát most először történt meg az, hogy a menekültek elindultak visszafelé, azok a menekültek, akiket megállítottak a macedon határon. Na most gyerekek, ezek a menekültek soha nem fordultak még vissza, bárhol volt határzár, a magyar határzárnál se fordultak vissza. Más útvonalat találtak. Más úton, most ők vissza fognak ott menni? Hát most már Európa zárja be a kapuit mindenhol. Ez a kis száma volt a menekülteknek, azért meséltem el, mert mondom, ezt eddig még nem tapasztaltam. Rengeteg interjút készítettem, például irániakkal, akik azt mondták, hogy ők a katonaság elől menekültek, mert Iránban olyan a hadsereg, hogy kiadják a tűzparancsot, neked embert kell ölni. És még olyan is a hadsereg, hogyha viszont nem ölöd meg, akkor meg téged ölnek meg parancs megtagadás miatt. Tehát én több úgynevezett katonaszökevénnyel, ugye magyarban talán így szoktuk mondani, azt mondták, hogy mi menekülünk az iráni hadsereg elől, és biztos, hogy nem fordulunk vissza, és biztos, hogy azt mond, nagyon sokan kijelentették, hogy vagy itt halunk meg a macedon határnál, de biztos, hogy nem megyünk vissza a saját országunkba. De ugyanezt mondták a jemeniek is, ugye ezért Jemenben is háború van, jelenleg is 14 ország, Szaúd-Arábiától kezdve elég sok ország bombázza ugye Jemen, tehát ők is azt mondják, hogy náluk háború van, akkor ők miért nem mehetnek be, és biztos, hogy nem fordulnak vissza. Csak példaként említettem, hogy ez meglepő volt, hogy néhányan azért már meggondolták magukat, eddig erre nem volt példa. A bevart száj pedig nem arra volt, hogy ne tudják elmondani, hogy honnan jöttek, így akarták demonstrálni az éhségsztrájkban való mindenképpen elhatározottságukat, hogy már pedig ők nem vettek magukhoz ételt és vizet. Tehát ezért varták be a szájukat, hogy ők bebizonyítsák, de nem tartott sokáig, tehát 3 nap után, tehát már megérkeztünk, másnap már bevitték őket az egészségügyi sátorba, és szépen kezelték őket, és mindenkinek levágták
kiszúrták azt a Damilt a szájáról, és már ettek tovább. Tehát két napig bírták az éjségsztrájkot. Most volt, aki a határon próbált öngyilkos lenni demonstratív jelleggel, hogyha nem engedik be, akkor megöli magát? Igen, így van. Az egész balhé, tehát a tömeget azt hergelte fel, hát először is a rossz idő, a rossz körülmények, a nagyon kevés kaja, nincs meleg étel, vízes minden, mert esett az eső, sírnak a gyerekek, tehát ezekben a menekült sátrakban ezt úgy kell elképzelni, mint hogy fapadló van, és ott egymás hegyén, hát egy sátorban 300 ember összezsúfolva, nagyon szörnyű körülmények. Akkor erre betette azt, hogy elkezdték építeni a kerítést, ugye a macedonok, ugye ez ilyen reakció ellen reakció, tehát egyértelmű volt, hogy ez felgyűjt, nagy szögezdrótot húztak fel, és egy marokkói 26 éves fiatal ember úgy döntött, hogy ő ezt már nem bírja, ő már pedig nem megy vissza, ő már pedig bebizonyítja, hogy ő akárha kell az életet is feláldozza, csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy neki nagyon rossz otthon, és azt csinált, hogy felmászott a vasúti sineken lévő ilyen tehervagonok tetejére, és két kézzel megmarkolta a magas feszültségű vezetéket, és a testének 70%-án megégett, nem halt meg egyből, pont akkor értünk oda. Egy kicsit trükköztek is egyébként a barátai, mert egyből szólították a sajtot, tehát előbb szóltak nekünk, mint hogy öngyilkos lett, tehát erről szerintem egy kicsit készültek is. Ez egyébként a többi nemzetközi televízióban is benne volt, és egyből már rohantak a mentősök, rátették a hordágyra, rohantak, megpróbálták megmenteni az életét, egy 8-10 percig küzdöttek érte, tehát többször megpróbálták újraéleszteni, nem sikerült, és amikor meghalt, akkor az észak-afrikai tömeg, mert az irányat egyébként kikérték maguknak, hogy ők soha nem lennének öngyilkosok, de hát ez egy másik kérdés, akkor neki mentek a macedon rendőröknek, és megtámadták a rendőröket. Tehát az ő halála indította el ezt az agressziót, ami ott a görög macedon határon. Azt lehet tudni, hogy kevesebben indulnak el, mert hogy elterjedt annak a hírja, hogy ugye most már ugye nem csak képletesen, hanem valójában Európa zárja a kapuit, és nem fognak átjutni? Igen, kettő különböző információt adtak a helyi segélyszervezetek, az ENSZ és a Vöröskereszt munkatársai, mert egyrészt a hideg miatt sokkal, tehát radikálisan 10%-ra csökkent az elindulók száma. Ez azt jelenti, hogy naponta volt olyan, hogy csak 200-300 ember, ami ugye már egy kezelhető létszám, de aztán meg olyat mondtak, hogy hú, most 2-3 napra kisütött a nap, akkor viszont bevállalják a tengeri utat, és tulajdonképpen aki bevállalja a gumicsónakos átkelést, tehát emlékeztek, arról is beszéltünk, akkor az már bent van az Unióban, Görögországban van, és onnantól kezdve jön. Tehát olyan információ is jött, hogy csökken a számuk, olyan információ is, hogy most lehet, hogy miután jött most 2-3 naposabb idő lent a görög partoknál, megint többen jönnek. Amíg ott voltunk a 4-5 nap alatt, addig azt láttam, hogy kevesebben érkeztek. Sokkal-sokkal kevesebben érkeztek, ez köszönhető annak, hogy mindenhol elterjesztették, és a németek is, és azt hiszem a szerbek is elég nagy propagandát nyomnak Törökországban és az ázsiai országokban, hogy biztos, hogy feltartóztatják őket. Hát és közben ugye azt hallani, hogy azon országok, ahol úgy döntenek, hogy mondjuk visszatoloncolják a menekülteket, ott a menekültek egész egyszerűen felszívódnak. Tehát itt van most ugye például a svédeset, ahol 15-20 ezer ember egész egyszerűen illegalitásba vonult és eltűnt. Nem tudják, hogy hol van, hol tartózkodik az országon nem tudják, belül. Nem tudják, hogy hol tartózkodik, ezért ez dermesztő. És ugye hát Németország is készül arra, hogy azokat, akik hát ugye nem jogosan vannak Németországban, majd nem háborús övezetekből menekültek, szintén kitoloncolják. De hát senki nem várja ezt meg, vagy csak nagyon kevesen várják meg a visszafelé szállító buszt. Egészen úgy döntenek, hogy jó, akkor inkább felszívódnak, hogy hova mennek, hát, mit csinálnak. Igen, ez én is láttam. Tehát hol lesznek, azt senki nem tudja. Irán is rácok oda jöttek hozzám, így fekete maszkkal, vagy símaszkban voltak, és mondták, hogy akkor több olyan interjút készítettem, hogy elindulnak a zöld határ felé. Márpedig ők illegálisan lépik át a macedon, majd a szerb, majd a horvát határ, tehát azért nem kell félteni az ember csempészeket, tehát ezt pontosan tudják, hogy hol kell egy olyan kocsiba beülni, amelyik lenyomja a mondjuk kiskerülő utakon, nem az autópályán, a nagy határátkelőnél, tehát azért tudni kell, hogy Európában lévő határszakaszok, azt nem úgy kell elképzelni, hogy kerítés van, tehát a határ, magán a határvonal mindössze 1%-án van kerítés mindenhol Európában. Tehát ez nekem is megdöbbentő volt, hogy én szerintem több tucatszor léptük át illegálisan a határ. Persze ott álltak mellettünk a rendőrök, de nincsen kerítés. Tehát, hogyha a mostani kerítéstől tovább mész, mondjuk nem 4 kilométert, hanem 12 kilométert, ott nincs kerítés. Tehát bukdácsolsz a kövön, a falu egyik fele még Görögország, a falu másik fele már Macedónia. De ugyanez jellemző Szerbiára, Horvátországra, Szlovéniára, Ausztriára is. Tehát rengeteg ilyen kis ösvény van, tudjátok, ahol a határ kertészeti családokat, városokat, stb. És ez sehol nem probléma, senki nem megy el a hivatalos autópálya határát körül, hanem sétálnak az emberek. Látsz, sétálnak, persze.
Az emberek embercsempészek is tudják, ugye ugyanez volt délen Magyarországon, amíg nem épült kerítés, tehát eléggé szita jellege van a határoknak itt Európában, és ezt pontosan tudják, tehát tucatjával, az inkább százával, hát hihetetlen volt, feladták, fogták a kis szokmokat, és elindultak a mező, az erdő, a patak irányába, a folyó irányába, és pontosan tudták, hát akkor irány a zöld határ, és meg is meglepő volt az is, hogy amikor álltunk a macedón határon, akkor szinte 10 percenként hozták vissza a macedón rendőrök azokat, akiket elkaptak. De hát ugye valószínűleg nem kapnak el mindenkit, tehát a nagy része tovább tud menni, de hát az abszolút teljesen az ember csempészetre bízzák magukat, sokkal, sokkal több pénzért, nem 10-20 eurós buszjegyért, hanem valószínűleg több száz, több ezer eurós pénzekért fogják bevinni őket Európába. Mert ugye azt mondták az irányok is, ha feladtam mindent, az összes pénzemet erre költöttem, hogy eljövök Európába, nem fogok a felénél visszafordulni. Nem is értem ezt az elképzelést, hogy megmondják nekik, hogy fiúk, akkor az a helyzet, hogy titeket már nem, és akkor azt mondják, hogy ja, ha minket nem, hát akkor mutassátok, melyik buszra kell felszállni, majd akkor szépen hazamegyünk. Hát nyilván nem fognak hazamenni. Ugye hát itt a svéd eset, amiről az előbb beszéltünk. Nem akarnak, ha már egyszer itt vannak, inkább eltűnnek. Nem hát fognak pont ezt mondták, hogy hát az többen kijelentették, hogy ha az életünket is feláldozunk azért, hogy itt maradhassunk, tehát biztos, hogy nem adunk. Ha kell, itt halunk meg a görög-macedon határon, ebben a sátorban, de biztos, hogy nem megyünk vissza. Tehát ha valaki feladja az életet, minden pénzét, összes forró pénzét, mindenit eladja otthon, és már megtesz, mit tudom én, 2500 kilométert, és itt van a kapuban, elég nehezen tudod rávenni, hogy visszaforduljon. Tehát ha nem engedik legálisan, akkor biztos, hogy az illegális utat választja. Egyébként ezt az interjúkban többen el is mondták. Hát ez nem túl biztató egyelőre. Valamiféle megoldás körvonalazódik, de azért azt látja az ember, hogy ez még azért nincs igazán jól kitalálva. Illetve hát nem úgy működik, ahogy ezt sokszor az európai vezetők elgondolják, hogy bezárjuk, aztán majd elmondjuk nekik, hogy forduljatok vissza. Igen, de hát ez nyilván ez egy bonyolultabb, összetettebb helyzet. De azért nyilván visszatart egy csomó embert. Ettől függetlenül. Tehát, hogy azért... Biztos, hogy visszatart, és szerintem a törökök ezért a 3 milliárd euróért talán megteszik azt, hogy egy kicsit jobban fogják a keleti határt, a déli határt és a nyugati határt ellenőrizni. Ez már egy olyan mértékű összeg, vagy egy akkora jelentős összeg, hogy elképzelhető. Egyébként mindig is azt gondoltam és azt vallottam, hogy a törökök lesznek a kulcs ebben a migrációs áramlás megállításában, mert ugye ott összpontosul mindenki, és onnan szilárognak át az Európai Unióba. Kérdés, hogy ez is mekkora megoldás, hogy azt mondod, hogy ide nem jössz, akkor maradj ott. Érted, de a kis hazádból el kell, hát gyere, eljössz Törökországig, akkor maradj ott. Igen. A gyerekek száma csökkent, vagy még mindig ugyanannyi nő és gyerek jön? Nem akarlak elkeseríteni, rengeteg gyereket láttam. És szörnyű, tehát annál nincs rosszabb, amikor látod, hogy 3-6 fok van, és télen egy fűtetlen sátorban összebújva takarók alatt, és nincs meleg étel, és nincs meleg víz, és ott cserélnek pelenkát a gyerekeknél. Ez még riporterként is, mert sokat látott riporterként is, mindig nehéz, és akkor mondják, hogy nem fordulnak vissza, át kell, hogy engedjék, ezek is emberek, nem ilyen életet érdemelnek ezek a gyerekek, és akkor többen mondták, hogy ha ilyen hideg lesz, vagy jön a tél, akkor ebben a sátorban meg fognak fagyni. Több terhes nő is ott van, és vannak olyan gyerekek, akik az úton születtek. Szóval nem is akarok ebbe belemenni, mert ez már az érzelmi oldala a történetnek, és ugye nem lehet csak erről a részéről megítélni a menekült válságot. Persze. András, nagyon szépen köszönjük, megnézzük majd, amit forgattam. Hogy elmondjam, hogy tudjátok, holnap után ACB világhíradó is meg lehet nézni az összes filmet, amit én forgattam. Nem, jó? Nem engedjük meg. Nem, semmiképpen nem mondhatod, de legközelebb ne csináld ezt, jó? András, nagyon szépen köszi, beszélünk, köszönjük szépen. Novák Andrással beszélgettünk. Köszi, ciao, hello. Hát nehéz mindenféle érintettség nélkül beszélni róla, meg most a gyerekeket húzd le erről a listáról, hogy nincsenek ott, de ott vannak. Nehéz, hogyne. Komoly a dolog. Igen. 8:30 múlt, pontosan 4 perccel. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hatalmas baleset van az M3-ason. Többen kérdezitek tőlünk, hogy mi a helyzet. 30 kilométeres állítólag a torlódás, de az nagyon, nagyon soknak tűnik. A Nyíregyháza felé lépésbe lehet haladni az M3-as 33-as kilométerétől, és hát valaki azt írja, hogy meddig tart a dugó. Nincs pontos információnk egyébként, csak annyi, hogy a 74-es kilométer után Miskolc felé kamion parkol az árokban, a forgalmat még nem akadályozza, tehát valószínű ez nem ok. Ha a 33-as kilométernél kezdődik a dugó, akkor a 74-es kilométernél a kettő nincs összefüggésben.
Miskolc felé Gödöllő után arra szólunk, köszi Csilla, írja nekünk, hogy vagy adjon valaki infót. Hmm. Segítsetek, jó, mert megfejtés még nem jött, csak az, hogy hatalmas dugó van az M3-oson. De nem látom az okát. Igen, megvan, megtaláltam. A 37-es kilométerig kellene, hogy eljussatok, ha arra felé mentek, mert a 37-es kilométernél van baleset, méghozzá azt írja valaki, hogy ez lehet, hogy megint egy másik, mert hogy 60 után elszállt egy autó, a kerítésén keresztül ment, ami nem kis távolság, majd Gyöngyös előtt kamion az árokban, a szalakorlát mögött. De hát a 60 se a 37-es kilométernél van. Igen, tehát akkor van a 60-i balesetünk, van a 37-es kilométernél egy baleset az M3-ason, és van a 74-es kilométernél egy baleset az M3-ason. Vagy lehet, hogy a 60 után az a 74-es. Na jó, mindig. Szóval baleset van. Ezen kicsit többet időztem. De meg ezt most megpróbáltam kibogozni. Én dolgoztam rajta egy ideig. Te mindent megtettél a hallgatókért. Váci út befelé a Népfürdő után van egy baleset, a Dunaplázánál van a sor vége, úgyhogy ott is hatalmas a dugó. Sárkánycenternél autó a busz megállóban, a rendőr már helyszínen, Gyula doktor küldte nekünk. Moson udvaron trafipaxunk van a 86-oson, aztán a Pócsi úton a Virágos előtt egy Nyírbátornál mérnek, Roli Vizente, valamint Pápa elején a Tesco felől autó az oldalán pihen, rendőrök már ott vannak, ezt Pákász küldte nekünk. Fehérgyarmati körforgalom beállt, mint Vasvilla a Ganéba. M7-es 83-as kilométer Ajibkút parkolójából szuperfotók készülnek, mindenki vigyázzon. A fürgelszűek védáznak Eger és Kerecsent között. Köszönjük a szellemes megfogalmazást, valamint M3-as 63-as kilométerénél bordó autó az árokban. Tehát ez is lehet a dugóka. Ez is lehet a dugóka. Ha már ilyen közlekedési információkat próbálunk meg kibogozni, mondjátok már nekem, most valamelyik nap átéltünk egy ilyen történetet, itt Kispesten van egy bevásárlóközpont, és ahogy a bevásárlóközpont mögül kikanyarodsz az Ady Endre útra, ott van egy lámpa. Uh-huh. És hát beálltunk szépen a lámpához, mert piros volt, és meglepő módon ilyenkor meg szoktunk mi is állni. Vártunk. De meg vártunk, még meg még mindig vártunk, és elkezdtek mögöttünk dudálni, mint az állat, hogy menjünk már. Megállt mellettünk egy srác, és nagyon előzők, egy nagyon jó fej volt, letekert az ablakot, mi is letekert, láttuk, hogy mondani akarod, és mondja, hogy néha a lámpa ezt szokta csinálni, hogy ez egy ilyen teljesen megszokott, hétköznapi, szokványos dolog, menjünk nyugodtan, mert hogy, illetve nem azt nem mondta, hogy menjünk, nem akarok hülyeséget mondani, de azt mondta, hogy elromlott a lámpa, rossz, baj van, gond. Mit csinálsz ilyenkor? Hát átmész. Átmegyek. Te kiszállsz az anyósülésről. És akkor ott áll egy rendőr. Megálltod? Halló? És azt mondja, hogy jó napot kívánok, tetszett látni, hogy milyen színű volt a lámpa. Igen, akkor jogosítványt. De most akkor egyébként ott állsz egy napig. Mit csinálsz? Visszafordulni nem tudsz, mert ott már ugye záróvonal van, vagy nem is, nincs is rá lehetőség. Állt mögöttünk a kocsisor, és már nyomták az üzemet. Semmi. Fogod magad átmész, becsukod a szemed, leízadsz az anyósülésen, lead 3 kilót, veszel egy nagy levegőt, menjünk veszélyesen, menjen a piros, sapka a szememben, most 3-2-1 kilő. Vagy te kiszállsz, megállítod a forgalmat. Igen, előre rohansz. Gyere. Előre rohansz, gyorsan leállítasz mindenkit a kis nadrágodban, és addig Mónika áthaj. Semmi, tehát vannak helyzetek, amikor egy adott közlekedés helyzet felülírja azt, amit például neked egy lámpa mond. Ilyen a mentő érkezése, ilyen egy beragadt piros lámpa, vagy egy villamos átsegítő lámpa, ugye ezek a sárgán-pirosan villogó lámpák is ezer évben, hát 3000-szer beragadnak. Itt a Lourdi háznál is van egy, ami állandóan pirosra vált, elmegy a villamos, már kiszállt, megregelizett, átöltözött, hazament, még mindig piros a lámpa. Át kell menni. Nincs semmi, ilyenkor a rendőr se bűnte be, ahhoz nagyon szemétnek kell lenni, hogy jöjjön a rendőr, és azt mondja, hogy láttam, hogy vár 10 percet, majd átment, akkor most megbüntetem. Nyugodtan, legyél bátor. De és most Mónika még mindig ott áll? Igen, mi történt, te ott hagytad? Elment rosszul. Hogy ne haragudj, anyám, nem kell, meg kis kell aludnom magamat, holnap műsor. Ti nem vagytok ennyire veszélyesek, úgyhogy ti várjatok legalább egy 10 percet, negyed órát, fontoljátok meg, reggelizetek meg a kocsiba, és ha már nagyon sokan dudálnak, akkor menjetek át. Ilyenkor reagálni kell arra, amit a közlekedés szerintem diktál. Szóval azt mondod, hogy lesznek annyira jó fejek a biztos urak. Hogyne, persze. Nem egy ekkora. De közelem ott van, akkor, és látja, akkor lehet, hogy még segít is. Persze. Igen. Vagy ő nyomkodja a joystickkal, azt mindenki. És aztán mindenki megbüntet a társa a kanyar után, igen. Itt van Ede, aki látta a balesetet az M3-oson. Hello, Ede, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, segíts azoknak, akik az M3-oson állnak. Mi a helyzet? Elmondom. Tehát a 36-os kilométerkőnél Nyíregyháza felé haladunk. A Bagi kihajtónál van egy sávszűkítés. Ugye ismeretlenül már fél éve csinálják az M3-ast, és ott egy sávra szűkítik a forgalmat.
tehát oda terelik. És ott koccant össze elég rendesen három autó. És emiatt áll az egész. Tehát azt az egy sávot is tulajdonképpen elfoglalják. Rendőr, mentő a helyszínen, egy olyan 5-8 kilométeres sor van. Ezen, ha túljutsz, akkor utána, ahogy mész tovább, a 63-asnál van valóban egy autó hát a nyúlon túl, vagy az árkon túl, ugye, tehát ki hogy, de hogy nem ismeri. Zavarja, igen. Igen, az nem zavarja a forgalmat, mert tehát az egyáltalán az út, nincs az úton, na ott a mentő van az úton, de már húzgálják kifelé. Ahogy tovább mész a 75-ösnél, ott meg egy kamion van az árokban, az biztos, hogy nappal nem fogják kihúzgálni, mert ahhoz majd, ahhoz szerintem egy teljes sávzár kell, tehát az éjszakáig ott marad. Ennyi. Ha a 75-ösön túljutsz, akkor onnantól kezdve csodálatos pillanatokat élsz meg, és haladsz. Nagyon szép. Tehát egy brutó 30 kilométeren belül három baleset. Gyönyörű. Így van, de az első a sorban állós. Tehát az első az nagyon csúnya valóban, ha azon túljutsz, akkor utána már könnyebb a helyzetet. De nagyon sok embernek segítettél ezzel, mert rengeteg SMS-t kaptunk. Életem egyik legszebb perce volt ez. Rengeteg SMS-t kaptunk, hogy segítsünk, és ezt most te nekünk egy húszárvágással megoldottad. Vigyázz magadra, jó utat, köszi! Csokoládé, hello, Nedinek. Köszönjük szépen. Na, mi pedig mutatjuk a beugrót, mert hogy rengetegen jeleztétek már most, hogy szeretnétek hármasugrást játszani, ehhez van ugye egy kis betétünk, egy kis dalbetét, amit nektek ki kell találni, úgyhogy már is mutatjuk, figyeljetek. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na, ezt szeretem. Ez az, a rövidke. Mikor ennyire sűrű, küldjétek, hogy mit hallottunk. Kettő darab előadó, kettő darab dalcím. Jó, SMS számunk változatlan, 0-70-645-00-00. Jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel, szép reggelt. Kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, és már állítólag nincs semmi az M3-ason. Megírták, jól lehet haladni, minden rendben van, úgyhogy eltakarították a balesetet, menjetek arra nyugodtan. Aztán, ami még a közlekedést illeti, Kapuvár belterületén rendőrautóból mérik a Sopron felől érkezőket. Szabesz küldte nekünk, valamint Budai alsórakpart észak felé. A Rozmarin étteremnél van egy koccanás, hatalmas a torlódás, és a Margit hídi illegális felhajtásnál lehet utoljára menekülni, ami azt jelenti, hogy átmész a Margit híd alatt, és balra szépen visszakanyarodsz, ami nem túl szerencsés, hogy ott hagyd a Budai alsórakpartot a Rozmarin étterem felé. Te basszus, te egy élő vaze vagy. Ennyi. Budában jó vagyok. Pesten már tudnék kavarodni, Budát jól ismerem. Mész a Rozmarin fel, és balra még vissza tudsz kanyarodni föl a híd felé. Hát totálisan illegális, mert nem, ott nincs balra fordulósáv. Nem szerencsés. Kell csinálni egy saját apót, Bazenév. Egy Bazenév. Látod, hogy mindig hol megyek, hol vagyok. Igen. És a hallgatók nekem szólnának, hogy mire vigyázz. Én nagyon szeretném ezt az applikációt, igen. Újvárosi temetőnél mérik a Bonyhád felé tartókat, Ponyvás Csabi küldte nekünk. Sajó keresztúrnál Kazincbarcika felé szintén mérnek. M7-es 132-es kilométernél trafi mindkét irányba. Miért nem hagynak már minket békén? Mi van ma reggel megint? Lyukas a költségvetés? Utána számoltak. Bizony, foltozni kell. Nem jött be a 40 milliárd, csak 30, és még gyorsan 10-et össze kell szedni. Hát elképesztő, mennyi dugó van. Jó reggel. Vagy mennyi trafi van. Jó reggel, kívánunk! Nem. Baj van. Baj van. Hiányzik 10 milliárd forint. Úgyhogy rajzoltok ki, mint a vécskék, és fordulzatok mindenki. De tényleg nagyon sok trafi van, ennyi nem szokott lenni. Azt nézem, hogy mi van még, 2-3 sor a gödöllői leágazásnál, kamion az árokban. 4-es püspökladányi elkerülő mérnek a rendőrök Pest felé, Baktól már lehet haladni az M3-ason. Szuper! És azt mindenki az M3-ason. Szuper trafi van az M1-es 142-es kilométerénél. Úgyhogy ott is vigyázzatok. Kártyás játékunkat nem szabad elfelejteni. Maestro Mastercard játékunk. Ugye folyamatosan zajlik. Írjátok meg, hogy mennyiért vásároltatok, és küldjetek el a Mikulás szócskát. De ne felejtsétek el, hogy az ellenőrző szelvényt mi kérni fogjuk. Nem ám aztán csak itt beírjuk Balieknak, hogy Mikulás 6000, azt visszük a Plazma TV-t. Uh-huh. Nem így van az. Résen vagyunk. Xboxal. LCD van, hát pláne. Plazma már lejárt a messze. Plazma. A cigi plazma témészni? Nem, annyira már nem megy. Aha.
egy jó LC-t. Az viszont igen, meg még ezerféle ajándék, több százezer forint értékben nagyon-nagyon megéri. Játszani velünk december 4-én lesz a sorsolás, 3-án 15 óráig jöhetnek még az SMS-ek. December 4-én szinte nem szól másról majd az adás. Hello, Morning Show, nyertél. Hello, Morning Show, nyertél. Igen. De ez nekünk nagy öröm. Tehát ez nagy öröm. Megszórjuk a hallgatóinkat. Hálánk jeléül, hogy bennünket szeretek, minket hallgattok. Folyamatosan minden órában többfajta ajándékot is kisorsolunk majd. És gyorsan még egy sziasztok, nektek köszönhetően Gödöllőnél lementem a pályáról, kikerültem a dugót, már megértettiteket hallgatni. Hát valakinek elviseli, hogy Ibicás Berci küldte nekünk. Na, mi pedig megyünk tovább, kedd van, ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Julink. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatalnő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello, jó reggel! Hello, Juli! Csoda vidámság! De jó! December elsője van, úgyhogy ma reggel a gyerekek kinyitották az első csokoládét az adventi kalendárikban. Minden nap csoki? 24 napon keresztül kis kocka csoki? Egy kis-kis darabka csokoládé, igen. Az elsőt... Egy hete ott állt az ablakban, már nagyon várták, úgyhogy... Az elsőt és utána még a rákövetkezendő 8-at. Mi például így jöttük annak idején. Kinyitottuk az elsőt, akkor esetleg a második, nem majd a szólnap. Sose felejtem el, hogy ez mekkora élmény volt gyerekként, hogy minden nap kinyithattál egy ablakot. De hogy látom a Benin is, teljesen transzformál már tegnap, mondta, hogy apuci, mától nyitunk. Még szerencsé, hogy Viki ezeket így fejben tartja, hogy tényleg mától ugye 24-ig, és ezt már beszerezte, de hogy a gyerek tényleg transzban van, és én emlékszem gyerekkoromban, hogy baromi nagy élmény ugyan volt. Tudtad, egy hogy... szem mogyoró van benne. Igen, már. De minden megkerested a számot, nyithattál, kinyitottad, anyádék lefeküdtek, még a mi az összes 20, maradék 20-at szintén kinyitottad, kietted, visszacsuktad. Ugye? Tényleg? Hogyne, hát de nem volt olyan, aki nem ette ki előre. Persze. A Bodzolinak az oldalán láttam egy pár hónappal ezelőtt, vagy pár héttel ezelőtt egy adventi naptárt, amit a férfiaknak ajánlanak a papírdobozos sörökbe. Így van. Hát az nem egy karton sör, de nagyon jó, az nem véletlenül 24. Nem véletlenül van benne 24. Tudom, az én gyerekeim nagyon fegyelmezettek voltak. Egy hete ott van az ablakban, minden nap megkérdezték, hogy még hányat kell aludni ahhoz, hogy kifejezsek. Pedig kapnak édességet, tehát nem arról van szó, hogy ez ilyen nagy ritkosság számba menne, de nagyon fel voltak hajzva. Viszont mára egy csomó mindent tartogatok, úgyhogy vágjunk is bele. Azt hiszem, hogy az az élethelyzet... Ez a beszéd. Így van, te agonizál a fiatal nő. Jó közel a mikrofon, jó közel, mintha valami más. Nagyon sok nő számára lehet ismerős, nevezetesen, amikor hetekig, hónapokig, sőt néha évekig könyörgünk, rimánkodunk a férjünknek, hogy azt a polcrendszert, amit már egyszer megvettünk, és ott áll jó ideje a kamrában, ugyan szerelje már föl, vagy fesse már ki a fürdőszobát, amit már hosszú ideje ígérget. És akkor ugye ilyenkor apu rettenetesen megsértődik, hogy miért kell ezt állandóan felhozni, megígértem, meg fogom csinálni, aztán nem csinálja meg. Vagy B, nagy nehezen megcsinálja, de utána térdre kell borulni előtte, és amikor vita van, akkor mindig arra mutogat, hogy én bezzek, segítek, és látod, ott van a polcrendszer, azt is felszereltem, vagy C, nagy nehezen megcsinálja, és el is cseszi. És akkor van a D, aki megcsinálja első szóra, ez viszonylag ritka. És hát nyilván ezt megelégelendő, egy csomó nő gondolja azt, hogy ezeket a dolgokat ők is meg tudják csinálni, hát miért várnának apura, anyura, hogy kifessék a fürdőszobát, hogy összereljék. Igen. Nem feltétlenül, apu, sőt... Apu, hát, és azt mondja, hogy basszus, vízmérték. Igen, és állandó, igen, hogyne, persze. Miután ő se rakja föl vízmértékkel, vagy szétfúrja a falat, meg egy csomószor van ilyen, hogy amikor az anyu megcsinálja, és egyébként tök jól néz ki, akkor odaáll, és... Hát ezt lehetett volna szebben is. Igaz, hogy ott áll másfél éve az egy nyambat polc. Ő nem ért rá. Mást kereste a pénzt a családnak. Szóval egy csomó nő ezt meg tudja csinálni, és hát erre ráeszméltünk. Úgyhogy most már ugye van egy csomó blog, újítsd föl, csináld meg, fesd át. Egy csomó nő blogolt, csinál do it yourself. Kérem, hogy nem? Igen, te csináld magad, igen, blogokat, és ezek nagyon sikeresek. Úgyhogy nem kell feltétlenül férfi kéz ahhoz, hogy ezek a dolgok megszülessenek. Mm-hmm. És egy Barkács áruház jó érzékel rájött arra, hogy van egy csomó nő, aki szívesen önmegvalósítana, csak legfeljebb nem nagyon tudják ezeket a technikákat. Úgyhogy mivel ebben az évben már nem lesz ilyen program, nyugodtan elmondhatom, az a neve, hogy Women's Night. Csináltak egy kétórás programot. Mi angol tanfolyamon vagyunk ma reggel, gyerekek? Nem. Hölgyeknek. Lényeg az, hogy lányok, kifejezetten nők regisztrálhattak erre a programra, el lehetett rá menni, több százal jelentkeztek egyébként erre a programra, és megtanították őket falat festeni, szalagpalkettát lerakni, barkácsgépeket használni, csempézni, és a többi. Nem mondod, hogy elmentél? Elmentem. Elmentél erre? Ekkora a baj otthon? Nem. Csak az. Nem, egyébként
Hát a Miró, azért, a Miró nagyon jól főz, de egyébként ő nem a másban nem erős. Jól érzem. Ő nem egy feltétlenül egy kézügyes ember, de próbálkozott párszor, aztán rájött, hogy ez nem megy neki, úgyhogy mi szakembert szoktunk hívni. Uh-huh. De én elmentem erre, és megtanultam cseppézni. És tényleg éjszaka volt? Hát éjszaka kellett menni? Igen, este hétre kellett menni, és este 9-ig tartott. Én mutatok róla képet, csak hogy... Rengeteg nő, rengeteg szögbelövővel a kezében. Hát úgy képzeld el, hogy... Kicsit így kiköpnek oldalra. Csináltam róla képet, itt van egy fotó. Tehát, hogy itt ez így ott majdnem az áruház végéig. Több száz nő jött össze. Tudod, és mindenki azt mondja, neked is bénapalit? Igen. Aha, neked igen. Is suta? Neked is. Nyomorult? Ne nyomorult. Ne tudd meg. Egyedül vagy egyedül. Igen, és akkor az a lényeg, hogy ilyen csoportokra osztottak minket. Itt például Attila, ami ember. Attila, na, mesteretek. Attila. Ezért mentetek a hapsik miatt. Nem vagy normális. Szóval én a csempézős brigádba mentem, elvittek minket egy külön helyszínre. Ezt te választottad, vagy pedig ez jutott? Nem, én választottam. Ez nagyon kemény. A csempézés sehol nem fogod tudni megtanulni. Mert valami... hogy otthon is kéne csempézni? Nem kell csempézni. Csak hogy tudjál csempézni. De ha majd kellene. Ha egyszer, ne adj Isten, kellene. Csempézni, akkor... Jaj, ne kérlek, azt le lehet mosni. Figyelj ide, na itt van Attila, ő csinálta a workshopot, és akkor látod itt van a csajokkal, hogy... Mondjuk el, hogy mit látok, igen, csajok, gyerekek, ilyen munkavédelmi gyerekek. Ruhában, hát a gyerekek nem az... Nem fehér, ilyen műtős ruhában térdelnek egy fal előtt, és lehetesen csempéznek. Felhoztak ilyen gipszkarton falakat, és akkor megtanították, hogy hogyan kell összekeverni. Ezt például én csináltam, látod? Hová tart ez a világ? Gyerekek, nők vesztek részt olyan tanfolyamon, ahol csempézni tanulnak. Megáll az eszem. Szóval, hát és ez egy külön szakma, úgy, tehát ez nem egyszerűen egy falfúrás. Igen, megmutatta a férfi, hogy hogyan kell összekeverni a férfi. Igen, Attila. Az Isten. Hogy hogyan kell összekeverni a csemperagasztót a csempével, hogy hogyan kell betenni ezeket a... Stávtartókat a csempék közé. Igen, hogy ne legyen, hogyan kell fölkenni a ragasztót, és a többi, és a többi. És aztán fugáztatok aztán is? Ki is fugáztuk, nézd csak. Oh, ott van a fuga, csak barna csempe, rózsaszín fugával. Nem, azt én is nagyon szeretem. Nem. Attilával. Csempészte is Attilával. Igen, fugázzunk. Nem, szépen kifugáztam, csak nem volt annyi idő, hogy megszáradjon. És úgyhogy... utána ezt levették, ezt a csempét, vagy ezt hazavitted? Nem, az igazság, hogy megkapta ezt a hatos hogy ez 9 óráig tartott ez a program, akkor már zárt ugye az áruház, úgyhogy egy idő után kidobtak minket. Nem, szépen mindenki felrakta a kis csempét, meg kifugázta, mindenki megtanulta a technikát. Egyébként abszolút releváns kérdéseket tett föl mindenki, tehát hogy hogyan kell levágni, hogyan kell úgy, hogy ne legyen hullámos. Van barátnő, Attila? Átjönnél abba megnézni a fugámat? mennyit kell alá fölé rakni? Úgyhogy megtanultuk a technikát. Kérlek, légy szíves. És tudod, nem mondod, hogy hoztál arra valamit. Arra gondoltam, hogy... Gyerekek, meg leszünk alázat. Már most készüljetek. Szóval, hogy vasszaszett világtalant, én már láttam ilyet. Úgyhogy kértem hozzá mindent, a fogas gletvastól kezdve a csemperagasztó is. És kicsempézem a stúdiót. Úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy nektek ez hogy megy, mert hogy kifelé mindig nagyon nagy a férfiak hangja, de ha oda kerülnek, akkor nagyon sokszor elúsznak, úgyhogy esetleg ilyen Gyula hozza a falat, konkrétan. Megvan a telefonszám neked is, ugye, akit felhívunk ilyenkor, hogy jöjjön becsempézni. Ezért volt bent, néztem, mondom basszus, ezért a gipszkarton. Néztem, hogy, mert ugye állandó gyűlik mindenféle cucc bent a szerkesztő, és nézem, mondom, basszus, csempe, mondom, csemperagasztó, hogy hívják, ilyen vas, olyan simító, mondom, hát Juliek, nem még mindig tart ez a nyomorult lakás felújítás, mindent ide kell rendelni. Gyerekek, én otthon bármit mond a Viki, hogy drágám, kiégett a lámpa, a kicsim, leesett a csempe, én egy mondattal megírom. Hívom, kicsim. Hívom. Legyen mindenre megfelelő ember. Ha hülye vagy, ha béna vagy, jó. Legyen embered. Jó. Én így élek. Azért a Kárpát-medencében sehol sem olyan ápolt a fuga, mint nála. Én a rózsaszín fugát minden nap ápolom. Na, Balázs, gyere már, mert próbáld már én... Igen, hát arra gondolsz, te vagy a legkevésbé műszaki. Én abszolút antitalentum vagyok, de hogy teljesen. Konkrétan 4 hétig húzom magam, mire egy égőt kicserélek. Mi? Na, de figyelj, azért ez neked igazán kihívás. Egyébként nem egy nagy etvász. Be van keverve minden. Előre minden? Ez egy olyan... Eleve be van keverve. Nem akartam ezzel. Feri nem csinálhatja. Feri lubickol ezekben a dolgokban. Biztos, hogy Feri összerakja. Nem. Te most vagy túl nemrég egy felújításon, úgyhogy Balázs, tudom, hogy imádod az ilyen szituációkat. Abszolút. Látom, abszolút. Úgy vágytam erre, hogy oda mehessek, hát tessem, még csempészhessek. Te nem szoktál dumálni a feleségeddel, hogy mi van a műsorodban? Bármikor átbaszúr. Bármikor átbaszúr. Eznek tudod, mi a neve? Nem.
Hát ez valamilyen... Az előbb mondta. Mi ez? Nem tudom. Gletvas. Az, fogas gletvas. Így van. Gletvas. Igen. Na, jó, igen. Fogas? Ez itt a spakli. Ez a spanifel. Spanifel. Ez a fal, aminek... Isten, mi az, miért áll a furán? Pontosan jól áll, nézd meg, milyen gyönyörűen fogja. Csak legalább te legyél már vele. Most Juli kibontotta a csemperagasztót. Csak mondom egyébként, hogy az áruházi katalógusokban általában ilyen férfi manökereket szoktak beállítani, egy Balázs, közük nincs a témához, de hiszen jól néz neki. Szóval az a lényeg, hogy fogjál egy kis ragasztót, igen, és ragd rá a gletvasra. Aha. Nem majd kicsivel többet. Csinálj, nem, jó, az még, akkor még tegyél rá, jó? Nem azt akarjuk bevonni. Nem, rakjál rá rendesen. Rakjad, pakold rendben. Ne kenszél, csak rakd. Pakold rá, mint a fagylaltot. Kezd el rakni rá. Ne sajnáld, rakd. Úgy. És most fogd meg alulról az egész szó. Csoki puncs, Magamér bácsi, csoki puncs. De miért csak? Igen, nagyon jó, tehát alul nem lesz csempe, az tisztán. Nem kell nagyon magas, ne vidd föl, hát itt tedd szét, hogy minden olyan legyen. Aha, nagyon jó. Hát igen, próbáld. Alul és a szélén nem lesz csempe, ez látszik tisztán. Nem, én azt... Gyere, ígyunk egy sör, haladhatszunk, gyere már, halad már, egy óráját csinálok már, szóval gyere már, segítsen. Ki megy belőle a bubi? Láttam, hogy jó senki van az egyébként. Rövid is van meg valami. Alul nem akarsz tenni, direkt nem. De miért, hogy Tia, azt mondtam, hogy alul nem lesz csempe. Én nem tudok csempézni. Annyira. Nem is kell. Nem. Mi is igen? Így indultunk, aztán talán milyen szép lett. Jó, hát igazából alulról kellett volna kezdeni, mert akkor látszik az, hogy nem. Na, adj egy csempét, itthon van mindjárt házura, ott lesz nagy izé kapsz. Igen? Igen, na most ezt... Meg is van! Nagyjából erre számítottam. Tegyél távtartót, nagyon jó. Fönt van az első csempe, senki nem tenné föl, ugye, mert ő fölfelé dolgozik, a mesterünk, tehát nem hosszában, hanem... Így kérte a tula a gyereket. De a másik oldalra is tegyél. A két távtartó közül az egyiket betette, jó a másik. Nem az eleje a lényeg, hanem a vége. Majd akkor majd megnézzük. És a végén pedig... Le fog esni. Balázs, ez neked otthon le fog esni. Éles ne le, nézd már meg milyen jó. És a végén pedig... Engem szívattok, gyerekek. De nem, ez jó, nekem tetszik. Nekem tetszik. Ha nem rovátkás, akkor nem fog ráragadni a csemper. Le fog potyogni neked otthon. Egyet tusolsz. És leesik. Nézd, de miért a rovátka tartja meg? Hát a rovátkába ragad bele, igen. Miki, gyorsan, gyere, szólj hozzá, nem én koncsát a falon. Istenem, na, akkor ígyunk még egy sör. Jó van, na, meddig csinálják? Jó, figyelj. Tegyél föl még egyet, léci, jó? Igen, fölrakok egy utolsót. Aha, de nincs rovátka, most se látod. Ha nincs rovátka, nincs csempe. Vagy csak a kararai márvány tudom feltenni. Kararai márvány. Jó. Szerintem elsőre nem rossz. Aha. Fizessek, hozz gondolsz számasztán. Így van. Na, az a baj, a lényegre. Sose teszed le, vagy sose szeded le többet. Tetszik, miért maga csinálkozni. Jó. Ennyi. Hát nekem is el kell menni egy ilyen tanfolyamra. Én minden ilyet utálok. De hogy sansztalan, nem. Szeretem, nem. Hát nem, hát sansztalan, hogy ennek nekiálljak. Erotikus beöltöző szolgáltatás, a tiéd. Ez annyira, vagy ez a... Jó, oké, rakjon fel egy három csempét a fiatalember, azért csak, hogy meglegyen a feeling, aztán térjünk a lényegre. Egyébként meg nem rossz, hát újra értelmezi. Most mit kell itt állandóan az a az rend? Egész szakmát. Az a rohadt rend nálad is, Juli, hogy ugyanannyi mindig a távolság, a fugák, ugyanolyanok. Nézd meg, újra értem, ezt átgondoltad, tök jó. Azért ez is egy szakma, legyünk őszinték, nem? Hát ez szóval, az hogy azért nem úgy vagy, csak hogy megtalulod és fölrakod. Ilyen unatkozó ázi azt mondjuk, hogy elmegyek az Attila miatt. Félre ne értsétek, én nem gondolom azt, hogy ezek után én... Mondjuk a mi fürdőszobánkat én szerintem nem csempézném ki, de egy vidéki házban, ahol nincsen minden nap szem előtt, ott simán megcsinálnám. Nem olyan és nagy mi a bajod a vidéki házakkal? A vidéki házak azért igényesen. Nem, várj. A vidéki kőműves igényesen csempéz. Nem, félre ne értsd. Tehát azt mondom, hogy nem lenne minden, igen, hogyha nem lenne minden nap szem előtt, akkor mondjuk az a nem lenne olyan cél, hogyha hétvégi házamban most már kicsempéznék. Nem engednélek oda a vályokhoz. Az biztos is. Egyébként nálad milyen házi munkát lehet rád bízni? Nálunk, gyakorlatilag mindent. Tudsz csempézni? Nem. Szalagparkettát lerakni? Se. Na gyereke, azért a csempézés nem házi munka. Tehát, hogy igen, azért tehát, az egy ház körüli munkát ja, inkább akkor mondjuk. Kérdés, ki lenne egy kis házi munka, rakd már le a szalagparkettát 30 négyzetméteren. A porció porzsákért, jó, utána pedig kicsempézem, jó, a fürdőszobát, jó, és lerakom a járólapokat is. Oké, jó, egy kávét közben, nem, semmi, jó. Igen. Szóval azért ez több mint házi munka. Igen, elmosogatok és tetőt fedek, tehát, hogy... Egyébként nagyon-nagyon jó hangulatú volt ez az este, és mondom, te nekem sok remény
elvesztett háziasszony, akinek mind béna a férje. Figyelj, volt beletek valami közös. Mondom, az volt nekem a fura, hogy nem jellükességeket kérdeztek, hogy igen, és akkor melyik oldalát kell beragasztózni, vagy hogyan tegyem föl, hanem rögtön jöttek a kérdések, hogy oké, mennyi idő után törölhetem le például a fúgát, tehát hogy ő neki otthon ez most valószínű, hogy építkezés kellős közepén van, és valószínű jó adag pénzt akarnak úgy megspórolni, hogy ők csinálják meg majd a munkálatokat, és aput nem biztos, hogy be lehet vonni ezekbe a feladatokba. Aha, na látom, hogy sok tényleg kis unatkozó áziasszonyok, és ott Attila nyomta egymás után a jobbnál jobb sztorikat. És akkor nem hosszába, hanem keresztbe rakta föl a bordűrt. Jaj, annyira cuki, hogy ráülni. Olyan édes, nem? Ahogy édes. Tök jó fejek voltak, egyáltalán nem voltak egyébként lekezelőek. És az egész épület megtelt ilyen zsongással, tehát hallottuk, ahogy a ütvefúrók, meg a dekopírfűrészek a távolban így morajlanak a túloldalon, kalapáltak, mi csempésztünk, valahol a távolban szögbelőttek. És mi lett az eredménye? Hazamentél, és van már új csempe? Van már új parketta? Valamit kamatoztattál? Tehát megcsináltál valamit? Nem, megcsináltam a képeket. Azok egy melbelőtted a szögbelőbővel két szemírót. Nem, de most már ezt is tudom. Tehát, hogy ha kell, akkor mázolok, ha kell, akkor csempézek. Ja, hogy ez most egy picit hosszúra nyúlt álláshirdetés volt a részedre. Ha kell, akkor permetezek, hívd Gyulit. Én bírom, hogy ezeket bevállalod. Szerintem egyébként ez nem olyan nagy dolog. Persze, ha megmutatja valaki, hogy hogyan kell csinálni, akkor ezt meg lehet csinálni. És szerintem Balázs, te is meg tudnád csinálni, csak jó, most a sok kedvéért. Legyünk őszintén, mennyi a realitás, hogy ott érdelsz két Népszabadságon, egy csákóval a fejeden, nem? És kened valami fürdőszobába, és csempézel. Hát azért erre van egy szakember, megfogod, kihívod, megcsinálja. Nem? Legyünk őszintén, ha csak tényleg nem rettenetesen balfék a férjed, és mondjuk nem engedhetitek meg magatoknak, akkor neki azt érdelni és csempézni, de hát azért ennek kicsi a valószínűség. Balázs, nem tudom, mennyire vagy tisztában a szakmunkás árakkal, nem tudom, nekem egy ismerősöm. Hol tehát, tudom? Egy szobára, jó nagy szobára, de kaptak csak, hogy kifessék, semmi más, semmiért vász, nem kellett oda ízni, pitypang, meg bordűr, meg mi a túró. 200 ezer forintban. Tudom, hát én nem találtam parkettát. Szóval, hogyha ezt meg tudod spórolni, és itt már nem arról van szó, hogy ezt már nem mindenki engedhetett meg magának, hát miért csinálnám meg én, hogyha meg tudom csinálni? És hogyha meg tudom csinálni a csempézést, akkor megcsinálom azt. De ez tetszik nekem. Akkor most akuscsavar húzót kérsz karácsonyra? Egyébként igen, oda is mehettem volna, de oda nem akartam, mert aztán rájöttem, hogy ha most megtanulom használni a dekopírfűrészt, nem leszek beljebb, mert ahhoz meg kell vásárolni a dekopírfűrészt, azt még nem fogjuk megvásárolni, mert csak áll a sarokban. Már lehet kölcsönözni is. Kölcsön. Igen? Persze. Na, hát akkor mutasd már meg egyszer, hogy működik. Kérsz? Akarod? Simán, tényleg. Jó. Rákattam. Szuper. Na. Szóval, hogyha levágod a hajadat jövő héten, és mondjuk a... Na ne, jövő héten még nem. Jövő hét utáni héten, és az RTL Klub nem akar veled többet szerződést kötni, akkor... Az simán megtörtént. Igen, a kopasz hidegburkoló. Igen, januártól. Kell egy másodállás. Januártól brutál köműves dekoltással érkezem majd. Gyűlik a rutin jeligére. Hidd el, jó vagyok. Nálunk is a Viki imádja ezeket. A csajok egyébként tényleg jók ebben. Ő kifestette a gyerekszobát, tapétázta a hálószobát. De miért nem te csináltad? Szép lett. Mert ő borzalom, meg nem szereti. Borzalom lett. Jaj, egy kicsit eljátszott vele a Viki, aztán hívott egy mestert sok pénzért, és ez megcsinálta. De figyelj, volt egy jön, kör. Jön, hallgat, jön. A Viki most kérik, nem játszotta, megcsinálta. Meg, de azt mondta, hogy nem lett jó. A tapéta? Ugye, a legszebb tapéta lett szerelmem. Ugye? Sosem láttam még ilyen szép tapétát. Bárcsak most is ötlen az a tapéta, drágám. Az a csúnya mesterbácsi nem szedte volna le. Igen, az a csúnya mesterbácsi. Ha költöztek, azt a falat viszitek magatokkal. Olyan szép. Édesem, az én szívem minden nap új tapétával van kitapétát. Na jó van. Júlikám, hova mész még? Mi lesz még? Csak mondom, hogy van konditermek éjszakája, ha esetleg akarsz. Most hallottam, de hogy a múzeumok éjszakája, a mozik éjszakája után az konditermek éjszakája. És mi éjszaka gyúrsz? Ha éjszaka nem, ez gyúrni. Éjféltől kettőig. Konditermek képművészeti után. Egy kis megnyomás. De van valami spéci konditerem, ahol nincs olyan, ami máshol van? Nem, ez arról szól, hogy a konditermek, ha vállalják a nyitvatartást, akkor konditermek éjszakája lehet. Igen, a múzeumok éjszakája után elmész, és kicsit éjjel kettő, akkor fekve nyomsz meg bicepszezel. Hát mikor máskor, nem? Hát most, és akkor ott vagy a konditermek éjszakája. Nem, van már tervben valami, de azt majd legközelebb. Jó, a csempét féláron átviszem. Puszi, Juli. Puszi, csáv. Vigyázz magadra. Ciao, hello. Játszunk, hármasugrást már itt is van a hallgatónk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Reni. Ciao, Reni. Sziasztok.
Reni, mit hallottunk, mi volt a beugró? Hát több dalt is hallottunk, na. Az egyik a Bombon volt, a másik pedig Adélnak az egyik száma. Bombon, Adél, nagyon jó, így van. Így van, volt még ZZ Top, Maroon 5. Oké, ügyes vagy, jól van, megvan. Milyenek a kérdések, Jani? Hát... Na, nem tipikusan csajosak. Ez nem volt valami meggyőző. Közepes, közepes, azt mondom, közepes. Közepes. Na nézzük, így szól az első. Mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés. Hány lába van egy házi légynek? Nagyon fontos, hogy házi légy. Hát nem, nem, nem házi. Uh-huh. Nem kinti házi. Kinti hát, a lába? Az. Így hívják azt a rottyát. Házi. Menjünk tovább? Hát próbáljuk meg. Így szól a második kérdés. Hogy nevezik azt a teherszállító járművekbe szerelt készüléket, ami a jármű sebességét és a megtett távolságot is regisztrálja? Ez a tahográf. Ezt honnan? Kamionos a hölgy. Hát azért nem olyan nehéz kérdést tegyük hozzá. Csak dicsérni akart. Mi legyen a harmadik kérdéssel? René. Hát milyen jellegű kérdés? Nehéz. Ha egy kis segítség. Nehéz. Hát de valami témakör, valami. Nem olyan nehéz. Hát most nehéz vagy nem nehéz? Ki az, aki a csukdolózik melletted? Anyukám meg a húgom. Hallom, nyugodtan megszólalhatnak, tehát nem tilos segítséget igénybe venni. Csókolom. Szia. Hogy hívják őket? Éva és Petra. Éva és Petra. Fogadjunk, hogy Éva az anyukád. Igen. Hát nem. És tudsz. Nem igaz. Na? Na hát akkor próbáljuk meg. Válaszoltam rá, hogy milyen? Nem válaszoltam. Szóval el szoktuk mondani, hogy milyen? Nem, hát nagyon körülbelül. Karácsony előtt egy-két nappal el szoktuk mondani, ilyenkor még nem. Akkor nem mondok most semmit. Hát köszönöm. Na? Már próbáljuk meg akkor. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik Tom Cruise film állít emléket egy Hitler elleni merényletnek? Fú. Tom Cruise film. Mama kirohant internetet használni? Petra, elrohant, nem? Nem rohannak sehova. Csak ott nyomkodják a telefonjukat melletted? A Valkür. Így van. Mi beszéltük? Hogy érzem, hogy mit csinál a család? Jó Isten. Várjál, ez nem olyan egyszerű ám megtalálni csak úgy a Google alapján. Mit írtak be? Nem tudom. Hát kérdezd meg. Mit írtatok be? Tom Cruise Hitler. Hát akkor nem nehéz. Igen, tehát ha jól használod az internetet, akkor azért nem nehéz. Tom Cruise Hitler beütöd és kiírja, hogy Valkür. Egy nagyon jó kis film egyébként. Meg fogom nézni mindenféleképpen. Valódi eseményeket dolgoz fel, ugye, hát a Hitler elleni merényletet, ahogy ez a kérdés. Sikertelen merényletet, igen. Benne, nem sokon múlt. Stauffenberg a lezredest játsza benne, egy veterán. Aha. Igen. Jól van, hát akkor... Jól válaszoltál mind három kérdésre. René, megvan az ajándékcsomag, gratulálom. Jó, szuper, örülök neki, köszönöm szépen. Régóta szeretted volna? Igen. Na, mit kap a család? Hát majd szétosztjuk szerintem, mert igazi csapatmunka volt. Igen, abszolút, abszolút. Küldjük nektek, jó? Köszi! Köszönöm szépen! Ciao, sziasztok! Köszönöm szép napot, sziasztok! Ciao, hello! Szia! Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Vannak friss közlekedési híreink, többen kérdezitek, hogy mi a helyzet az M3-ason. Jó hír, hogy már lehet haladni, nem kell kerülni, mert elvontatták az autókat, úgyhogy az M3-ason minden rendben. Várpalotán a szokott helyen mérnek, mindenki vigyázzon. Én belefutottam, ezt Ági küldte nekünk. Mérnek a 16. kerületben az új 100 úton, az Őrs irányában is. Puszi Emese. Emese, köszönjük szépen, hogy elküldted. Aztán a budai alsó rakparton hatalmas a dugó, mert van egy baleset egy étteremnél a Mozaik utca előtt, és hát nem is nagyon lehet visszafordítani a forgalmat, senkinek se lehet visszafordulni, ha csak nem a Margit híd után, de átbeszéltünk, hogy ez nem túl szerencsés, ugye. Mérnek Egerbel területén is, aztán Szekszárdon is mérnek a 6-os úton, ahogy kiérünk Szekszárdról, valamint a budai alsórakpart, igen, az Árpád híd alatt a szakaszon gyalogos gázolás, ráadásul még ez is nehezíti a forgalmat. Ezt Bence küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Felhívtuk Novák Andrást,
aki üzen nekünk, hogy helyzet van, beszélnünk kellene, mert hogy most jött haza, a görög-macedón határon forgatott, ahol ugye a határnál járt, ahol állítólag hát szó szerint ostromolják Európa kapuját a bevándorlók, és folyamatosak az összecsapások a bevándorlók és a rendőrök között. Elképesztő dolgokat látott, tapasztalt, ezeket megosztotta velünk. Érdekes beszélgetés volt, valamint Feri hát vázolta a Jézuska egyik dilemmáját, amivel ugye minden gyereke szülő szembesül minden évben legalább egyszer karácsonykor, hogy mi van, amikor a gyermek valami olyat kér, amit a Jézuska nem biztos, hogy hát szívesen hozna. Igen, mert a szülő szeretné lebeszélni a Jézuskát, ugye? Igen, próbálkozik legalábbis. Illetve nem tudom, hogy most a Jézuskát kell lebeszélni, a gyereket kell lebeszélni, ezért kértem segítséget tőle. Hát most 3-4-10-kor beszéltünk már róla egy kicsit. Igen. Konkrétabban igen. Szóval, hogy mikor csinálsz jót? Ha nem veszed meg azt a gyereknek, amit szeretne, ha megveszed, vagy ha nem most veszed meg, nehéz kérdés. Főleg a játékkonzolról van szó, mert hogy az nagy rabság tud lenni. Így van, egyrészt pénzügyileg se olcsó egy ilyen sztori, másrészt pedig olyan függőséget alakíthat ki, amit szerintem nem hiányzik igen. Egy 7 meg egy 5 éves gyereknek. Kapjon az a gyerek satupolót, mert akkor szakmas lesz a kezében. Így is van, reszelővel egyetembe. Ez a beszéd. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Képzeljétek el, hogy az én unokatestvérem Münchenben él, és egy olyan vállalkozása van. München. Münchenben. Olyan vállalkozása van, hogy elvállalnak különböző nagyobb csarnokok vagy épületek burkolását, és folyamatosan keresik az embereket, mert ő magyarként csak magyar szakembereket alkalmaz, úgyhogy ha esetleg bedől a tévés és a rádiós akkor karrier, mehet, akkor mi? Van hova menned, mert elintézem már neked az idénél, érted? Hát, jó? Igen. Ja, kell egy kicsit gyakorolni hozzá, de... Igen, igen, azért kell egy-két óra, mire ez eléri az üzemi hőfokot, ahogy én csempésztem. Volt benne lelkesedés, igen. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Megnézzük, mondja, hogy morning show, ha igen, megkapja az ajándékcsomagot. Minden oké, Csabi, közben kérdezem. Rendben vagy? Annyira sötét van kint, hogy nincs minden rendben. Hát, nem lehet. Hát ezt megértem. Morning show. Az bizony. Kell csinálni. Ennyi. Nagy vagy. Ez nagyon szép. Hello. Hello, hogy hívnak, nem írtad alá? Miki. Miki, hol hallgatsz minket? Pesten. Pesten, mit csinálsz éppen? Dolgozol már? Dolgozom, igen. Éppen. Mit dolgozol? Pénztárgépekkel foglalkozom. Pénztárgépekkel foglalkozom. Annyit kérdeztél csak tőlünk, ugye a játékkonzolokról beszélgettünk, hogy Feri mit csináljon, vegyen, ne vegyen. És hát próbáltuk Ferit meggyőzni, hogy ne vegyen. És te próbáltad meggyőzni, hogy vegyen, az SMS-ek ennyi volt. Feri, a segít, ha van disznóvágás Xbox-a? Sokat. Lehet, hogy akkor hát az ember könnyedében tud úgy dönteni, hogy megveszi a gyermeknek. Igen. Hasznos funkció van benne, az már egy pont. Bizonyám. Miki kém, te vagy a naphallgató. Nem engedni oda a gyereket a játékhoz. Igen, csak játszanék, megszúrom. Szúrnám alacot. Óriára bombás. Majd az abálásra beszállod. Miki, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked. Jó? Köszönöm, sziasztok. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello, hello. Na, szóval, hogy minden oké? Ameddig lehet, tarts távol gyerekeket. Ja, nincs nekem tervbevéve ez. Annak idején vettünk egyet, mert ugye ennek van egy olyan funkciója, amikor te magad vagy a kontroller, tehát hogy arra gondoltunk, hogy a gyerek milyen sokat fog ugrálni, meg mozogni a tévé előtt, és tényleg mondjuk két játékot kipróbált, jaj, de jó, és azóta ott ülnek. Szuper. Hát, nem a játékon a probléma, hanem az esetleges függőséggel. Hogyha azért vannak mellett alternatívák, akkor azért nem olyan rossz az. El lehet tőle játszadozni. Igen, csak hát kínáld már fel azt az alternatívát, ami jobban látni, hogy megnyeri a Barcával a Real Madridot bármikor, gyere, bármennyire. Gyere brigázni, nem. Menjünk sétálni, nem. Hagyjátok még egyet. Jó, tehát hogy nehéz. Főleg karákattam. Milyen zenéid lesznek, Csabi? Ezt mondd meg nekem. Egy korábbi dalt hozok nektek, Beyoncé-t hozom, mert az újakbakat nehezen fogadjátok be. Beyoncé-t mindannyian szeretjük. Ráadásul ezért a dalért annak idején 4 évvel ezelőtt megkapta a Grammy-díjat is. És most olvastam róla nemrég, hogy kiderült, az apja egy rádió interjúban elárulta, hogy hát bizony fiatalabbnak hazudja magát ez a Beyoncé. És az érdekes, hogy csak 2 évvel. De hát akkor az miért? Igen, tehát azt miért? De ez szerintem bárhány éves is nagyon jól néz ki még mindig, és hát a hangja is ott van. A Lavontapot hozom nektek. Lavontap? Lavontap. Van egy... Uh-huh. Lavontap. A lapra rátesznek egy tapot. Hát. A tavollap, azt értem, de a lavontap az lavontap. Lavontap. Ez annak a svéd. Ezt hogy ejtik? Lavontap. Lavontap? Lavontap. Lavontap. Hát most mondta Csabi, hogy ejteni. Ne viccelj már. Lavontap. Csabi, Otó vagyok, a lavontapot kérném, küldeném a Terkának.
Jocok, nem mindig így beszél. Már megint. Én hallgatóim, akik nekem telefonálnak, nem ilyenek, mint te. Persze, mert őket nem adod adást. Lavontap. Lavontap. Meghallgatjuk Csabikem. 555-55-00 a telefonszám, kérjetek Csabitól dalt, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Hello! Ciao. 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 Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.